A Klassz FM bemutatja Morning Show. Ez történt a Morning Show-ban. Ha indul a reggel és kidett az ágy, ha már a csap feled habzik a szár, a zuhany alatt vagy a kávé után, a kormány mögött vagy kint az utcán. Kérdés az, hogy mit csinál most Elmiki? Most ebben a pillanatban tényleg mit csinálhat? Az ő élete irigylése miért? Éjjel nappal buli. Elmiki. És a lányok rajta gyakorolna. Gyakorolj rajtam bátran, vagy mi volt? Mi volt tegnap a szöveg? Gyakorolj rajtam bátran. Atyaisten. Bali, szeretnék köszönetet mondani neked. Így indul az SMS. Kb. Két hete mondtad Janinak, hogy legyen tökösebb és vállalja fel a konfliktusokat. Hát az már régebben volt, mint két hete, ugye a sorban állásos konfliktus, igen, hogy ne hagyja, hogy arrébb lökjék. 21 vagyok, idegenekkel szemben sokszor kerültem az ilyen helyzeteket, de attól a naptól kezdve viszont egy az egyben felveszem a harcot. Azóta megharcoltam egy parkolóhelyért, kiosztottam az egyik munkatársam, de a legnagyobb dolog, amikor megvédtem a barátnőmet, amiből majdnem verekedés is lett. Sokkal jobban veszem az akadályokat, nem vagyok annyira óvatos, ami a legfontosabb, hogy magabiztos vagyok, és határozottam. Köszi, Krisz. De jó. Ezt meg fogják verni a Krisza. Miattad. Jelenleg egy Korvász intenzív osztályán fekszem, ezt az SMS helyettem egy ápolónő írta be. Ugye arról beszélgettünk egy hónap ezelőtt, hogy Jani mindig hagyja, hogyha beállnak elé a sorba, és nem szól, és várjuk az embert, aki azóta nem jött, és mondtam Janinak, hogy vállalja ezeket a konfliktusokat, ezek mind az élet nagy tanításai, hogy álljon ki magáért. Az ember ne hagyja, hogy félrelökjék, legalább szólj rá, ahogy én is két napja rászóltam egy családra, mert beálltak tök pofátlanul elénk. Egy Szent János bogár nézésen. majd erről mesélek. Szent János bogarat mentünk nézni, de helyesek voltak, nem, csak nem tudták, hogy hol a sor vége. Nem bírtam ki. De aztán ott maradtak, és mondtam nekik, hogy maradjatok nyugodtan, nekem nem az volt a cél, hogy hátra menjetek, hanem az, hogy tudjátok, hogy rossz. Ez jó. Hogy rossz, ezt mondd el, mert ez jól tűnik majd később. Jó, erről majd mesélek. Jól tűnik, ez jó sztori. A Szent János bogárnézés nagyon jó. Én is egyébként kerestem a konfliktust, de aztán valószínűleg az, akire vonatkozott volna ez a történet, szintén minket hallgatott, és ő viszont konfliktus kerülővé vált. Mert utána nem találkoztam már vele, miközben addig szinte naponta. Na mindegy, ugye erről beszéltünk, és erre kapcsolódik a hallgató SMS-e, hogy ezt ő hallotta, és fény gyúlt az ő kis fejében, és azóta ő kiáll magáért, mert hogy ugye arról beszéltünk, hogy hagyja az ember magát ilyen szituációban, és ne szóljon rá az előtte beállóra, vagy sorbeállóra, vagy álljon ki magáért, és mondja azt, hogy figyelj, hát tudod, ez itt a sor, én is. Igen, megismersz, én vagyok a vevő, aki szeretne ugyanúgy vásárolni, mint te. És látod, hogy ez csak egy ilyen kósza gondolat itt negyed hétkor, és közben ebből azóta életeket mentettél meg. Hát bizony, de milyen fontos probléma volt, amit felvetettél, és hová eljutottunk? Látod? Hogy megváltoztatod egy embernek a jellemét? Illetve hát neked még nem tudtam, mert azóta nem jött az ember, aki bepofátlankodik reggel eléd a sorba. Nem, mert a kerületet is elhagyta, sőt az országot is. Ott fut a gyáva. Ez az, nem vállalja a konfliktust. Igen. Gratulálunk, Krisz, nagyon ügyes vagy. Na, ilyen konfliktus helyzet megoldást kellett volna alkalmaznom. Tegnap mentem a rá. Tele vagy a héten problémákkal, ezt én úgy szeretem. Én ezt szeretem, mikor te mindig bedobsz így valamit. Hol a 7 év, hol most egy újabb dolog. Én nem tudom, mi van velem, ez, de rám jár a rúd. Megyek tegnap a Fiumei úton hazafelé. Ez ugye itt a rádióból, hogyha elmegyünk jobbra, akkor ott található. Ez egy nagyon, általában nagyon forgalmas, ilyen viszonylag hülyén van, kanyarodó sáv, meg minden. Óriás full dugó volt, és jött a mentőautó, akinek ugye arra volt dolga. Mindenki húzódott le, mint az állat. Mindenki próbált neki helyet adni. A mentő ment, és mit gondoltok? Kiment mögötte? Fogadjuk, hogy egy Dacia Logan. Nem, fogadjuk, hogy egy paraszt Audis megint. Egy paré Audis, egy nagy A8-assal, a kedvenc Audi márkánk most már. Nézolik a Balaton A8. Nem, jön az A8. És egy szürke, mondom is szívesen, egy szürke A8-as, mert nagyon, én az összes ilyen sztereotípiát utálom, hogy megyünk itt, megyünk ott, megyünk amott, megyünk, de a legparasztabb a mentő után menni. A széthúzódó sorban, mikor a mentős ilyet, dolga van, és te 5 centire mögöttem biztos, ész. Biztos, hogy egy Audi A8 volt, nem egy Audi A6?
Vagy nem egy S8? Van különbség. Csak megpróbálok benneteket összezavarni. Van különbség. Megpróbálom az Audisok egy részét tisztára mosni. Nem, tök mindegy. De rosszul vagyok az ilyen sztereotípiáktól. Nem akarok általánosítani, de miért megint egy Audis? Hát igen. Most a sztereotípiák azok olyan dolgok, hogy azok azért sztereotípiák, mert nagyon sok igazság van bennük. Láttál te már a Wagoner Plus-ost mondjuk? De most komolyan kérdezem. Mentő után menni. Láttál mondjuk egy Wagoner Plus-ost, egy mentő után menni, kihasználva a helyzetet? Figyeljetek. Úgy mond kihasználva a helyzetet. Mert ők azt mondják magukról, hogy ők szemfülesek, de nem azt mondja, hogy pofátlan bunkó vagyok, hanem én vagyok az okos, én vagyok az ügyes. Én azért nem szemfüles, csak mondom, hogyha ez esetleg valakinek nem lenne meg, hogy a mentő ott bármikor befékezhet, mert hogyha a sor nem tud szétnyílni, mert akkora a forgalom, akkor ő be fog fékezni, és az Audis a egy centire a mentő mögött menve úgy fogja telibe kapni a mentőt, hogy öröm lesz nézni. Kikérem magamnak, írjad meg Audis, hogy kikérem magamnak, mert ha kerámia fékek vannak, és az egy S8-as. Meg tudok vezetni, mert én jó vezetek, az Audisok, nem úgy, mint... Nem, de nem attól vagyok rosszul, hogy ebben nincs igazad. Tehát ebben igazad van. Az ilyen sztereotíp dolgoktól vagyok rosszul, hogy a paraszt Audis. Hát nem minden Audis paraszt. Hát most miért kell az összes Audis leparasztozni? Mert ez egy paraszt volt, aki ott ment mögötte. És élelmes. Janima, nem éle, most mondtuk el. Nem, az élelmesség az nem ez. Kihasznált egy rés a pajzson. Kivételek azt, mindig vannak, a rés, azt az a kategória, amiről a Feri beszél, az egyértelműen paraszt. Ez így, egyébként ebben igazatok van. És ezzel nem akarunk megbántani senkit, aki mondjuk a föld megműveléséből él. Ez ebben igazatok van. Soha, de soha nem megyek mentőautó után. Csak előtte a szirénázni. Csak a szirénázni. Csak a értelme van. Csak a hamarabb lehet röhögcsélni a dolgot, csak ez egy olyan, szerintem ez egy olyan, annyira egyrészt marha veszélyes, másrészt meg mindenki, aki segíteni akar a mentőn, ebben tök igazad van, de tényleg. Az megy utána. Meg ez ugyanaz, mint amikor az izével a jeepesek mennek a leállósában. Áll a forgalom a balcsin. Szálljunk le egy picit a jeepes tél. Értem én, hogy minden jeepes paraszt, minden Audis paraszt, mindenki, akinek jó autója van, paraszt, de hogy azért tételezzük fel azt, hogy azért ennek bizonyos százaléka jó munkát csinál, tehetséges, megdolgozott a pénzért, nem pénzmosásból él, nem aranynyaklánca van, nem a keletinél valutázik, és nem azért vett nagy autót, mert gengszer, hanem azért vett, mert mondjuk van egy jó állás, és megteheti, de normális emberül benne. Vagy. Tehát azért de hagyjuk az ilyen típusú erős stereotípiát. Azt gondolod, hogy ez egy személyes kérdés, de te még nem vagy paraszt Audis, hiszen paraszt roveres. Meg kell, hogy védjem őket, hát azért nem minden jeepes, nem minden Audis, nem minden BMW-s paraszt, vannak sztereotípiák, de akkor én is mindjárt mondok párat, és szatázzunk, de hogy azért ne mondjuk ezt így ebben a formában. Jó, van, aki egy felsővezető, egy komoly cégnél, van egy Audi A6-os, egyébként tök normálisan vezet. Egy dolgot tegyünk tisztába, engem nem érdekel, hogy miből vetted a terepjáródat, nem ez a baj. De minden jeepes paraszt. De nem ez a baj, hogy izéből a vezérigazgatói fizetésből van terepjáród, vagy arany izé lopásból. Az tök mindegy. Itt nem erről van szó. Senki nem feszegeti. Hát teszek rá, hogy te miből veszel magadnak mekkora autót. Meg de ki mondta? Te mondtad, hogy minden jeepes paraszt? Nem, valami nem, ezt nem mondta. Ja? Mert kicsit úgy érzem, hogy fel kell vennem a kesztyűt, és elmentük ilyen irányba. Azért nyilván, persze hatalmas igazságtartalma, vannak kivételek is, de azért az inkább igaz, hogy minden luxus suvos, illetve a legtöbb, vagy sokkal több luxus suvos paraszt, mint mondjuk Suzuki is. Na ezt én például nem így gondolom. Na ezt én például tök máshogy gondolom. Jó. Mert szerintem rátok ugyanúgy akkor igaz. Te biztos nem láttad azt a képet például, ami most terjed a világháló mindenfelé. Dehogy nem. Három mozgássérült parkolót foglal el. Egy nem. De én ezzel egyetértek. Én azt gondolom egyébként, hogy akkor mindjárt iszom még egy kávét, és akkor megvédem magam, hogy... Hogy szerintem minden típusra, minden autótípusra igaz egyfajta sztereotípia, de ti, akik ugye a másfajta autóval, másfajta vezetési kultúrát követtek, és inkább a Dacia Logan, a Suzuki, a kispolgári vezetés kategóriájába tartoztok, máshogy vezettek, mint a paraszt jeepesek, de ugyanúgy igaz rátok egy csomó negatív dolog, mint ránk jeepesekre, mert hogy szerintem nem minden jeepes bunkó, mint hogy nem minden Suzuki se bunkó, de megvan a kis autósztereotípia, és megvan meg a nagy autósztereotípia. Azt akarod mondani, hogy csak azért nem előznek a belső sávban, mondjuk dugóban az M7-esen a Suzuki-sok, mert nekik nem elég nagy teljesítmény az autójuk, hogy ezt megtegyék, ugye? Én azt gondolom, hogy ha beáll az M7-es és lemenni a leálló sávba, az a bátor. Az korrekt, az igaz, hogy korrekt, mert nem, se a rendőr, sem. Se a mentő nem tud elmenni. Az igaz, hogy bátorság, kis veszélyes. Jó, akkor mondjatok, most akkor mondjatok valamit, aztán mondom én. Tehát például a vád az, hogy akkor mi kimegyünk a leállósába, a Balatonon dugó van Pest felé, vasárnap este, és megyünk a leállósába. Ez a nagy autósok sztereotíp. X6, M5,
X5, X3, ML, nem sorolom fel az összeset. Gamer cím, mit tudom én, stb. Audi Q7. Igen. Jó. Mondjad a másikat neki. Tessék. Hát bocsáss meg, például te mikor látsz olyat, hogy még kis autós kifelé jövet, vagy befelé menet, a körforgalomba kifelé menet, mondjuk nem indexel. Ami szerintem egy alapvető dolog, mert fáj, vagy mert sokat fogyaszt, vagy miért? Most megint az jön, hogy azért, mert jeepen van, én nem indexelek. Most azért, mert nekem nagy autón van, én nem indexelek. Hát ez egy sztereotípia, megint, amivel meg kell védenem. Elég sokat ülök mellett az autódba, de még mindig azt veszem észre, hogy az indexnomod le van fóliázva. Még az eredeti gyári csomagolás arra. Jó, akkor mondok én is kis autó sztereotípiát. Tessék, miért van az, hogy aki kis autóban ül, az népnevelő szándékkal mindig meg akarja regulázni azokat, akik egyébként nála szeretnének gyorsabban menni. Miért látod azt, hogy a Balatonon az M7-es felé egy Dacia Logan-es, egy kis Opel Astra-s vagy egy Suzuki is neveli az egyébként mögötte 3 kilométerre feltorlódott sort, azért, mert nem hajlandó kimenni a külső sávba, és ő egyébként 110-zel megy a belsőbe, és mindig lát egy kamiont, amit még éppen meg akar előzni, és a büdös életbe ezt így meglátja Fehérvárnál, ezt a kamionsort, és valahol Zamárdi környékén jön le, hogy most már nem akarok többet megelőzni, lemegyek jobbra. Miért éreztek ti kis autósok akkor ellenállhatatlan vágyat az iránt, hogy megneveljétek azokat az embereket, akik egyébként bérből és fizetésből vettek egy gyorsabb autót, nem összelopták, csak szeretnének mondjuk 130-al, ne agyisten 135-tel menni az autópályán, tessék. Azt tudom mondani, amit te mondtál az előbb, mert nekünk ez a bátorság. Érted? Nem. A négykarikásoknál az a bátorság, ugye, ami hát azért másképp is lehetne nevezni, egy más jelzővel, kevésbé hízelgővel, hogy mondjuk a leállósába hasít előre fele. Az is paraszt dolog. Igen. Csak én mindig azt mondom, hogy te meg ne neveljél. Mert honnan tudod, hogy az például, aki megy a másik. Ne neveljél. De jaj, bennetek van. Ezt. De szeretem, ha ne neveljél. De bennetek van ez a fajta. Annyival megyünk, amennyivel megyünk. Van egy rendesen, és nem. Akkor nem kell nevelni. De nem, van egy autótípus, van egy autótípus márka, a kisautósok, azok, akik hétvégi sofőrök, azok, akik úgy vezetnek, hogy nagyon vigyáznak az autóra, hátul bólogató kutya van, kalapban van, hogy ők majd megnevelik komplett Budapestet. Megnevelik a Balatonra haladókat, megnevelik a Debrecen felé haladók. Miért kell nevelni? Miért nem lehet kimenni jobbra? Miért kell 110-el egyébként féklámpát villogtatni a belső sávba, hogy ne menjél olyan gyorsan. Mi köze van ahhoz, hogy én mennyivel megyek? Miért nem csinál ilyet egy BMW-s, aki meg mondjuk hátulról jön reflektorra? Tehát minden autónak megvan a sztereotípia, most nem mondjátok, hogy mi parasztok, meg ti, akik a mennybe mentek. Hát te mondod, hogy ne neveljünk, de te közben az MX-5-ösöddel villoghatsz. Én szoktam villogni, de én Tehát tessék? A villogás az kasa. Szerintem igen. A izé az nem kasa. Szerintem a villogás az azért jó, mert megelőzöl vele egy csomó balesetet. Tehát én akkor villogok például, amikor megyek a belső sávban az autópályán, és látom, hogy nem érzi a tempómat, és látom, hogy beért egy kamion mögé a külső sávban, és már gondolkozik, mert én látom rajta, hogy már elindul a külső sávba. Mit csinálok? Rávillogok, hogy sokkal gyorsabban jövök, vedd észre, hogy ne gyere ki, mert balesetet fogsz okozni. Ezzel nem teremtesz baleset veszélyes helyzetet? De egy nappal egy reflektorral miért teremtenél? Azért, akkor mert benne van, megijed. Vagy seggébe. De, nem, most nem arról beszélek, amikor a seggébe mész, hanem amikor ő még a külső sávba jön, de te már elindul befelé, te pedig jössz a belsőbe, és villantasz kettőt, hogy ne gyere ki, várd meg, amíg leelőzlek, és utána szépen tempóvesztés nélkül előzd meg a kamion. Mert úgy értelmezi, hogy jöhetsz. Tehát egyébként így van. Tehát ő ne jöjjön ki, mert te 170-nel mész. Nem ezt mondom. Én azt mondom, hogy 130-al mész, nem annyival. Nem, megyek mondjuk egy 140-et, mert mennek sokan 140-nel. Én azt mondom, hogy a kis autó szokott úgy kijönni, hogy egyébként a nagy autósnak kell sokszor elkerülni a balesetet, mert a kis autós mit lát, vagy egy típusú sofőr mit lát, inkább így mondom, nem a kis autóval van a baj, itt ez a kamion, megelőzöm. Mindegy, hogy mi történik, mindegy, hogy mögötte jönnek, gyorsabb a belsőség, ő ezt a kamion most megelőzi, mert ő neki ezt most meg kell előzni. Tehát többen vagyunk a pályán, annak ritmusa van, annak máshogy kell előzni egy autópályán, nem jön ki eléd egy ML, de kijön egy Dacia Logan, és aztán elkezdi nyomni a dudát, és integet neked. Érted? Én hozzáállásnak tartom, hogy a kis autós tudja, hol a helye. Te csak ne előzgessél, te nem csak ezt hallgassál. Mondom, most rám szálltatok. Hogy hívják, hogy arra szolgassál csak le a Balatonit. Nem ezt mondom, érted? Én azt mondom, izzadjál hogy... Izzadjál csak a kis nyomorult autódba. 90-nel megy a kamion, menjél te is 90-nel. Nem ez. A kis autó sokszor nem érzi, mert nincs meg az a ritmusérzéke, hogy kell elengedni egy gyorsabbat, majd tempóvesztés nélkül megelőzni a kamiont. Ilyet mondjuk egy nagy autós nem csinál, mert érzi, hogy már jön annyira gyorsan. Tehát valahogy a kis autós, mondjuk egy Dacia Logan-es, vagy egy népnevelő 60 éves bácsika, nem méri föl a távolságot. Érted? Miért van az például, azt miért csinálják, hogy ha például valaki megy a belső sávba Balatonon, vagy a leálló sávba, ami nem egy jó dolog, de sose tudhatod, hogy szül, nem szül, baja van, senkinek semmi köze hozzá, ha megbüntetik, büntessék meg.
Miért mindig a kisautós népnevel és megy ki a leállósába, úgyhogy nem engedi el a mögötte lévőt? Tessék, azt miért csináljátok akkor? Mert ismeri az érvényes jogszabályokat veled ellentétben. De én nem megyek a leállósába. De miért kell népnevelni? Érted, hogy mit mondok? Értem. Tehát kinek, ha én állok a dugóban, és mellettem elmennek a leállósába, engem nem érdekel. De nem állok ki megakadályozni, a Suzuki is az öreg bácsikával és az öreg nénikével kiáll és megvereti magát, és beáll az X6-os elé. Mi köze van neki meg hozzá? A dolgot, mert te azzal, hogy villogsz, meg a fenekébe vagy, meg Tom Wolsz, hogy ő kijött elé, te ugyanúgy nép nevelsz vele. Nem, te megelőzöl egy balesetet, és felhívod a figyelmét arra, hogy ilyet legközelebb ne csináljon. De várjál, maradjunk a leállósávosnál. Miért nép neveltek? Mert tilos a leállósávon menni. De mi között hozzá? Mert tilos a leállósávon, mert 90-nel előzni nem tilos az autópályán, vagy 110-el kis autóval. De miért kell népne? Tehát miért a kis autós, miért a kis polgár népnevel? A nagy autós meg miért nem indexel, és miért paraszt a rokkant helyen? Azért, mert ő megy a leállósávon, tudod? De az neked mi között? Hát, mert tilos. Tilos, és marhára meg fog állni tőle az egész sor. Mert de azért, mert baleset esetén, amikor például egy sávra szűkül le a izé, és egyébként valaki a leállósávon még oda bedurrant, akkor én, aki tisztességesen állok a sorba, ezt általában idős bácsik is idős nénik csinálják. De ne mondd ezt! De miért mész ki? De te nem én megyek ki. Aki áll a sorban, igen? A szív, amiatt, így aki van. Lemegy a leállósávba. De hogy amiatt szív? De amiatt szív, mert ő tisztességesen viselkedett. De ez a baj. Nem érted a lényeget. Tehát ha te beállsz a dugóba az M7-esen, ne idegesíts fel, beállsz a dugóba az M7-esen, a leállósába valaki elmegy melletted, attól te nem jutsz előrébb, miért az idős bácsi megy ki a Dacia Logannel, és állítja meg azt, honnan tudod, hogy miért siet? Mi közöd van hozzá, hogy ő miért megy? Ha megbüntetik. Te nem is megy, megy robot, azért szív. De miért népneveled? De a Dacia Logannes, mert idős bácsi is. És ennek egyébként szül a felesége, és ő azért megy a leállósába. Mi jogon döntöd el? Legalább egy, hogy hívják ott, egy vészvillogot vagy valami, de nincs kitéve. Tehát legalább jelezze valahogy, hogy ez egy veszély miatt történik. De ha te így is úgy is állsz a dugóban, neked nem mindegy, hogy és ő elmegy. És hogyha valaki ténylegesen rosszul van abban a dugóban, és kiáll. Ugye nem látja be azt a szakaszt, egyszerűen csak szépen kikanyarodik a leállósába, és úgy használja a leállósávot. Tudod, mi van? Elmondom, mi van. És dír, belejön egy ilyen barom. Nem, elmondom, hogy mi van. Ha kimegy valaki, mert rosszul van, majd jön a Dacia Logan, jöttök ti ezzel a mentalitással, kiálltok a rosszul levő ember, és nem engeditek el, mert nektek jogotok van eldönteni egyébként, hogy kimegy a leállósában. Az paraszt, aki a leállósában megy. Én sem azt mondom, hogy az nem egy jó dolog. De népnevelni meg a ti típusotok kezd el, ahogy a mi típusunk meg beáll három rokkant helyre, mert egy büdös nagy bunkó. De akkor miért nem kell kimenni a leállósávba, és akkor nem fog kimenni de senki. De miért döntöd el, hogy ő miért megy a leállósávba? De okozat, tehát te kezded azzal, hogy lemész a leállósávba, én megyek ki elét, hogy megállj a leállósávban. Ki a hülye? Hát azért nem mondjuk már. Érted? Hát szerintem azért, tudod, szerintem népnevelő jelleg. Mert az MX-5-ös ott megy, ha már ilyen sztereotípiákban beszélgetünk. A Logan-es azért megy ki, mert az MX-5-ös ott megy. Ha nem megy ott az MX-5-ös, nem áll ki a Logan-es. Uh-huh. Ennyi. Jó, nem tudom, mindegy. Szerintem leállósában menni parasztság, népnevelni legalább ugyanakkora. Ha sztereotípiákról beszélünk, akkor ez egy kis autó sztereotípia. Mint ahogy egyébként én azt se értem, hogy ez a külsősában nem lemenés a városba. Tehát ez vagy a párhuzamosan menés egymás mellett, az a Lágymányosi hídon, vagy a Szerémi úton, hogy megy két autó egymás mellett párhuzamosan, és akkor két kis autós ott öli egymást, vagy versenyeznek, és a papa beáll párhuzamosan a Szerémi úton, és mennek 13 kilométert egymás mellett. És mögöttük meg 4 kilométeres sorral. Ez is egy kis autó sztereotípia. Az egy kezdődő gyorsulási verseny, csak egymásra várnak. Mikor lövik erre rajtad? Én nem tudom, tehát hogy minden autósnak megvan a sztereotípiája, ebben tök igazatok van, de rátok, ha most mi bunkó jeepesek vagyunk, mert ugye most akkor bennünket így hívtok, akkor én azt mondom, hogy ugyanúgy megvan a Logan-esre, a Suzuki-sra, az Opel Corzásra, a BMW-sre, az X6-ra, az M-re, tehát mindenkinek van, mindenki utál mindenkit, és mindenkinek van sztereotípiája, nem? Ez igaz, csak a tiétek, igaz, itt a miénk meg nem. Tehát... Most még gondolkozom, hogy még mit tudnék mondani egyébként. Hát... Elfogyott a lőpor, mi? Nem, én utálom azt, hogy azt mondják, hogy a bungó jeepesek beállnak helyre, rokkant helyre. Azért, mert általában ők állnak oda, így van tényleg az ML, az X6, de hogy azért nem mindenki áll oda.
Tehát én nem állok rokkant egyre, és nem persze, és nem járok. Kivételek minden, mindig vannak, és tényleg ezek az emberek, akik ilyen értelemben mondjuk tudják, hogy mit szabad, meg mit nem szabad, meg tiszteletben tartják a szabályokat, azok ne is vegyék magukra, tehát azok ne is írjanak, és ez nem is rád vonatkozik. Én még soha nem láttalak téged szabálytalan ilyen helyen parkolni. Nem csinálom. Tehát, sőt, hogy rettegek, ötször megnézem, mert ha lefotóznak, nem akarok a Hajdú Péter sorsára jutni. Nézd meg, nézzétek meg, látjátok ezeket a képeket, vannak ilyen internetes portálok, ahol lehet látni, ahol felteszik, vagy ahova felteszik ezeket a képeket, hogy az esetek 99%-ában valamilyen luxus kategóriás autó az, aki letolja nagyjében a rokkantparkoló helyet. Amikor még izével mentél kispolákkal, akkor igen, milyen voltál? Akkor népnevelő, vagy azzal is nyomultál már? Halálfélelmem volt. Nem, az M7-esen inkább vonattal mentem, leraktam a kispolszkimet a délibe, azt mondtam, hogy tesó, te itt maradsz, nem jössz velem, mert tudja, hogy Zamárdinál vagy Agárnál meghalnál. Fölültem a délibe a vonat, hogy lementem Siófokon. Hát vagy felraktad a vonatra a kispolákot is. De népnevelés az, hogy én rávillogok valakire az autópályán, aki 100-zal megy a belső sávba, és nem megy le, mert szerintem nem. Tudod, mi az a villogás, hogy vigyázz, jövök, húzódj le, ebben nincs baj. Na, de ez nem arról van szó, hogy kiló 30-al megy, te meg kiló 50-nel is le akarod, hogy hívják? Nem, mert sosem egy ilyen kalapos, bólogatos idős papa nem megy kiló 50-nel. Ő 100-zal olyan magabiztosan megy le Zamárdig az Osztyapenkótól a belső sávba, hogy letöri a belső tükröt, hogy ne kelljen belenézni, és bekapcsolja a ködlámpát. És bekapcsolja a ködlámpát. Ez még a régi hetes. Miért mentek ködlámpával? Miért általában arra a típusra jellemző, amit most ti képviseltek mi bunkó dzsipesek ellen, hogy városban fényes nappal beértetek, nincs köd, egész nap esőbe ködlámpát. Nem tudjátok kikapcsolni azt a rohadmányos ködlámpát. Megmondom, mert van rajta. Na ez az, tudod, mit csináltok? Beültök, megnyomtok minden gombot, mint egy karácsonyfa, és mentek ködlámpával. Soha nem a bunkó dzsipes megy ködlámpával. Ez is egy sztereotípia, de így van. A kis autó, az idősebb ember, a Dacia-s, a Suzuki-s, az Opel-es, sokszor nem kapcsolja le a ködlámpát. Én megőrülök a működő ködlámpától, és agyvérzést kapok, hogy miért nem kapcsolja le. Miért kell nekem megvakulnom azért, mert megnyomtál mindent azon a rohadt karácsonyfa izén a kijelző. Ebben azért vitatkoznék veled, mert én nem egyszer láttam már olyan halogénekkel felékszerezett terepjárókat, amik ott hasítanak, alig várják, hogy köd legyen, hogy felvillantsák az Omega koncertek fénytechnikájára emlékeztető világításukat. De bárhol az akkor a városban is van, amikor nincs köd. Igen, csak a ködben látványosan. Ja, az igaz. Na mindegy. Hát jó. És mi van, hozzátartozó volt, tessék? Jaj, ne kezdjük már ezt megfülni, mert... Mi van, ha a felesége feküdt a kocsiba, és ő egyébként... Nem a felesége. Nyilván nem paraszt van, az ilyen, persze. Ő érte jött ki a mentő, csak mondta, hogy én inkább Audival megyek, nem ülök be. Gyerekek, úriember vagyok, a Honvéd kórházban csak S8-al megyek. Így van, viszont menjenek előttem, csinálják az utat. Rohadt nagy bunkó az ilyen, ebben egyetértek. Biztos a szülőfeleség miatt. Francokat kijött az A9-es, azt rohant a szalomba. A9-es. Jézusom, te szaki. 7:30 pontosan 5 perccel. Na, tessék, írjatok akkor pro és kontra, jó? Ki, milyen autótípusra, mi a jellemző sztereotípia, melyik autótípus mit csinál, fiatal, idős, nagyon idős vezető, ugye nyilván mindenkire vannak ilyen igazságok, hogy vezet, milyen típusra, milyen sztereotípiák vannak. Morning Show. Morning Show. Mondom, ne idegesítsél. Nekem itt van vége. Kedves hallgatók, marhára sajnálhatjátok, hogy nem hagytuk bekapcsolva a mikrofont. Azt igen. A reklámtartalom miatt én nem beszélgetek többet veled, mert én... mert ne haragudj, de egy ilyen... Most... Leszögeltél... Te még itt vagy, Balázs? Én mint bunkó, persze, itt vagyok, igen. Az érvelésed is ilyen, pontosan ugyanolyan, mint ahogy vezet. Jó, összeszedtem kicsit a gondolataimat, tessék, kérdezek még néhány dolgot, jó? Mi a baj? Mielőtt SMS-ekkel foglalkozom. Hogy mi a baj? Hogy parasz gyipes vagyok, nyilván, aki összelopta az autójára a pénzt. Így van, az vagyok. Hiszen minden gyipes mafiózó, nem? Igen, mi a baj velem? Hogy egyébként tudod, hogy nem szabad. Tehát, hogy te érted. De mit, hát nem, eleve nem szabad. Diplomával kaptad meg ugye a jogosítvány. Még nem szabad. Ideje. Nem közlekedem szabálytalanul. Néha elnézek egy-egy parkolást, amikor rohadt módon alán festenek egy autótól elzárt területet. Basszus, ilyen van. De hát ez egy ilyen város, ahol az ember alá festik. De akkor mondok más, tessék. Csak hogy az autósztereotípia, mielőtt szemezgetnénk az SMS-ekből, pro és kontra egyébként nagyon sok van. Ki így gondolja, ki úgy, mindjárt megnézzük. Miért csinálja a kis autós azt, el tudom mondani a választ, de szeretném, ha önkritikát gyakorolnátok, és ti mondanátok el a választ, hogy megy mellettem. Igen. Ő megy a belső sávba, én megyek a külső sávba. Tök mindegy, de legyen fordítva.
megyek a külső sávba, megyek a belsőbe, na ő megy a külsőbe. Ez a reális. Megyünk. Igen. Kiteszem jobbra az indexet, hogy a belsőből szeretnék kimenni a külsőbe. Erre elkezd gyorsítani, és nem enged be. Tessék, ez miért a kis autós csinál? Miért fáj neki az, hogy én nem sokára készülök elé bemenni, és elkezd versenyezni? Istenem, és nem enged mert be. Ti a nagy autótokkal mindig beengedtek mindenkit. Hát előbb, előbb nem kezdek el. Tudod, miért gondolom azt? Nem, te dúródsz be a nagy autóddal a sorba. Nem, de én indexelek. Hol? Hát most mondd el, olyan, hogy még rajta ne, van az index. Ha sávot váltok indexek, tudod miért csináljátok? Elmondom miért csináljátok, mert tele vagytok komplexussal. Tele vagytok komplexussal, és nektek fáj, hogy valaki be akar jönni elétek. És tudod, mi történik? Elindul a lánymenyos ídon egy ilyen verseny, és mondom, engedj ki, leszeretnék fordulni a budai oldal rakpartra, nem akarlak megelőzni, csak szeretnék bemenni egy indexel, és végig ott megy mellettem, tartja, lobog a haja, érte, nyomja. Mit csinálok? Visszafékezek, és bemegyek. Mindenki engedje be egy olyan embert, akiről köztudomás, hogy meg se fogja köszönni. Na, az nem én vagyok. Én gyűlölöm, ha valaki nem köszönöm meg. Én nem ja, jó, csak mondom meg, kicsit úgy hallatszik, hogy... Ismeri, hogy nem. Ismeritek, tehát, hogy beenged el, igen, oda jön, igen, tettél egy szíveséget, beáll el, és megy tovább. Rosszul vagyok tőle. Legalább szívesen jó napot kívánok. Az hogy a javaslatom magam. A lágymányosi hiddal kapcsolatosan, hogy talán nem kéne levillogva az egész sort végigelőzni, és egy centivel a lehajtó előtt bekanyarodni. De nem erről beszélek. Elé, hanem időben be kell sorolni. De nem erről beszélek, hogy megyek a buszsávba, és aztán miért nem engednek be. Lágymányos híd, két sáv. Megyek a belsőbe, átmegyek Pestről, Budára, szeretnék a budai alsórakpartra lekanyarodni. Kirakom az indexet, jön mellettem egy általában kis autós. Addig nem zavart, hogy mellette megyek, abban a pillanatban, hogy látja, hogy be akarok jönni, gyorsít. Mert... És elindul a verseny, és mondom, hova? Hát csak nem akarlak bántani, csak szeretnék lekanyarodni a rakpartra. Ilyet a nagy autós nem csinál. Miért csinálod? Mert komplexusos vagy. Nem. Azért, de hidd el. Azért, mert megijeszted. Mitől ijesztem meg, hogy leszeretnék menni a rakpartra? Luke Skywalker X-szárnyúja mellett megjelenik egy csillagromboló. De abban a pillanatban persze, hogy becsokizik. De akkor és elkezd versenyezni. Én becsokizom valakitől, becsokizom a nullás kamionostól. Tudod, mi csak fékezek és gyere be elém. A becsokizok, nem tudod, mi? Nem. A becsokizás nem egyenlő a versenyzéssel. Az, aki versenyzik, az nem csokizik be. Tudod, mit csinál? Neki ez egy presztízs harc, hogy kér oda a rakpart lekanyarodóhoz. Ő vagy az a bunkó jeepes. És akkor azt mondom, hogy jó, oké, barátom, nem fogok versenyezni. Fékezek és bemegyek mögé, de nem azért akartam lehagyni. Azért akartam leülni, le tudjak menni a rakpartra. Mit csinál? Neki áll versenyezni. Mint ahogy egyébként a buszsávban, pedig az X6 megy. Ebben is igazatok van. Tehát, hogy egy autóval előbb, vagy egy autóval később érsz be abba a sorba, akkor mi van? Hagyjad, ezt kérdezhet. Na de ezt kérdezem én is, hogy miért zavarja, ha bemegyek elé? Na mindegy, nézzünk SMS-eket. Balázs, haladok 130-al utolélek egy kamiont, miért én esek ki a ritmusból, aki szabályosan közlekedik? Azért, mert villogsz is 140-nel jössz, nem utálom a nagy autósokat, irigylem. Egyébként igazad van sok mindenben, viszont annyi szülés nincs, mint villogó sofőr. Ez is igaz. Hát van egy népességrabarás, úgy látszik az ország. A szabályok betartásával megtiszteled a többi autóst. Tessék, imádni való, amikor elkezded előzni, mellé érsz, és akkor elkezded nyomni a padlógázt. Mm-hmm. Tehát erről beszélek, hogy szerintem ez egy teljesen sztereotíp dua. Vagy sztereotíp dolog a kisautósokra. Miért zavar a ködlámpa nappal, Balázs? Kérdezi valaki. Semmivel sem zavaróbb, mint a villogásod az autópályán. Miért akarsz népnevelni? Tehát valakinek egy reflektoros villogás az ugyanaz, mint éjjel-nappal ködlámpával de menni, számomra nem teljesen ugyanaz. Bocsánat, de elfogadom, abszolút. De egyébként ez a nem tudod megelőzni, és rálép a gázra, ez ugyanúgy igaz a nagy autósokra is, mert hányszor fordult már velünk is például ugyanez elő, hogy zavart az, hogy a kisautó gyors, vagy gyorsul, vagy menne. Na nehogy már a kiskocsok leelőzzön. És ő elkezdi nyomni. Én azt gondolom, hogy persze nyilván vannak ebben igazságok, de a kisautó sokszor, az nem, mint a kiskutya, aki mindenkire ugat. Megelőz, és visszaelőz, utána pedig beáll ugyanarra a tempóra, amin azelőtt volt, ami miatt te megelőzted. Ez tökéletesen így van, ezt csinálja sokszor nagy autó, de szerintem többször csinálja a kisautó. Összekever a szabályokat, a lehetőséget a parassággal. Balázs, nincs jogod villogtatni, mert siessz a 130-al megengedett max, pedig a kötelező minimum. Tolerancia. Ide egy népnevelő. Balázs, tök igazad van. Írja egy hallgató. Csak nem írja meg, hogy miért. Hát, az neki mindegy. Így van. Minden autós tököljön meg. Hajrá, bringások. Balázs, 135-tel nem mehetsz az autópályán, üdv rendőrség. Szeretettel köszöntjük Önöket. BMW-n van, reggel munkába jövet, elengedtem egy gyalogost, a Suzuki is meg ledudált, hogy mit csinálok, és elment mellettem, miközben a gyalogos ment a zebrán. Kérdezi valaki, ez ugye nem nagyon veszélyes, hogy te a külsőben megállsz, elengedett a gyalogost, aki jobbról lép be, és a belsőből igen. Valaki megérkezik. Igen. Mi van, ha hozzátartozó utazott? Kérdezi valaki. Hát erre kicsi az esély. Egyébként. Akkor sem. Egyébként csak halkan jegyzem meg. Akkor se csinálhatod.
Sajnos az az igazság. Nyilván, ha nekem is a családom a baj lenne, lehet, hogy én is mennék utána, de elméletileg nem csinálhatod meg. Igen. Kevés a valószínűség. Balázs, igazad van, tessék, van ilyen SMS is. A kisautós nép nevel, nem érzi a forgalmat, nincs tapasztalata, a nagy autóról nem érzik a sebességet, a fordosok villognak, én sávot váltok, ha Suzuki megy előttem, kérdezi valaki. Balázs, általában kisautó, a tiédnél csak kisebb van. Ja, Isten, ezekről megőrülök, ezekről a sztereotípekről. De most tényleg, ne idegesítsetek. Ez poén volt, és nem is akármilyen. Sima ötszemélyes, sima öt, még ha hétszemélyes lenne, sima ötszemélyes, 3,5 tonnás autón van. Tehát, de hogy is nem. Anna, csapjál már szét a fiú között, egy hallgató. Balázs, ha felhívsz, elmondom, miért gyorsít a kisautós. Tudom, hogy miért gyorsít a kisautós. Tudjuk meg. Kicsi neki. Tessék? Mert kicsi neki. A kiskutya miért ugat meg minden nagykutyát? Hiába, ugye? Nem. Igen. Igen. Mert így kompenzál. Az Alfáról nem volt szó. Az egyik barátommal történt, autópálya nappal napsütés, ködlámpa, a rendőr megállítja, kérdezi a rendőr, tudja, hogy zavarja maga előtt haladót a ködlámpa? A válasz nem, mert nem szoktam magam előtt haladni. Peti. Feri, ha te kiállsz a leállósába elém, az ugyanolyan önbíráskodás, mintha én ezért felpofozlak. Durva, de valójában egál. Nem egál, mert te a két végpontról beszélsz, amikor én kiállok, és amikor fölpofozol. Ez lehet, hogy egál a te értelmezésedben, viszont azt elfelejted, hogy én azért állok ki, hogy te ne menj előre. És nem az a bajom, hogy te előre mész, hanem az a bajom, hogy a mentő nem fog odaérni egy haldokló emberhez. Ez egy nagy kamu. Nem. Ez egy büdös nem, nagy kamu. Ez az igazság, ez egy ha kamu. Esetleg nem lenne világos. Elmondom, hogy miért kamu. Ez az ember nem azért áll ki, hogy megvédje a mentősöket, ez az ember azért áll ki, mert csupán önérzetből egyébként zavarja, hogy nehogy már odaérjen előbb. És ha én dugóba állok, akkor dögöljön meg a többi ember is. Énkem, ha dugóba állok, nekem tök mindegy, hogy kimegy a leállósába, sose állnék ki, mert nem érdekel, nekem úgyis ott kell állnom. Érted? Tehát, ha most nekem rossz, neki legyen rossz, de hogy is oldja meg, büntessék meg, a hülye barom boruljon az árokba, tök mindegy. Én nem fog azért kiállni, mert ha én szívok, szívjon ő is. Rossz a mentalitás. Miért? Ha én szívok és más szív, akkor nekem könnyebb szívni? Akkor nekem jobb érzés szívni, ha tudom, hogy a mögöttem lévő szívatom? Dehogy is. Hát a szívok, majd este hazaérek, ha ő meg paraszt, menjen. Érted? Ha. Érted a mentalitásbeli különbséget? Értem a mentalitásbeli különbséget, azt nem értem, hogy még kell a leállóság. Jó, aki ott megy egy bunkó, de sosem népnevelnék. Ebben a formában legalábbis. A bunkóság nem márka és típus függő, a nagyobb autó hatványozottan növeli a lappangó parasztságot. Lehet benne valami. Az új terepjárókon gyárilag nincs is index. Ez egy gyikus küldte. Igen. Én a bunkó villamosvezetőket rühellem, legutóbb is ráhúzta a kormányt a kettes villamos közötti áthaladó rendőrautóra. Ja, bocsánat, a két villamos közötti áthaladó rendőrautóra, üdv Gábor. Klasszik eset. Igen. Na jól van. Oké, lezártuk ezt a témát. De minden kis autós. Igen, de tudom, minden jeepes bunkó. De minden jeepes bunkó. Együtt ébredünk. Morning Show. Sebesti Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Morning Show. Ha bazd nagy jacuzziban nem találod, hol vagyok. Keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. A szerénységem a legféltettebb kincsem. Hibáim keresem, de mit csináljak, hogyha nincsen? Már oviban verset írtam egy taknyos sepire. Higgyétek el, lennék szerény, ha volna mire. Hey! Kakakasza TV, kakasza TV. Wow! Kakakasza TV, kakasza TV. Hey! Tibi! Tibi! Kakasza TV, kakasza TV. Na, mi van? Olyat találtam nektek, hogy besírtok. Na. Koránkeléssel ugye állandó küzdelemben vagyunk mindannyian. Én rémesen utálok, tehát én ebbe az egy reggelbe is belehalok, egész héten regenerálódok utána, tehát hogy teljesen kész vagyok. De van egy program, ami végre megoldást nyújt, mert azt gondolom, hogy ha valamire van kedved ébredni, akkor egy pici játékot vinni a reggelbe. Létrehoztak egy alkalmazást, az a neve az alkalmazásnak, hogy Véki. Ezt én kerestem, egyelőre nincsen, de nálunk ismerem. Nálunk nincsen. Androidban van? Droidon már van. Még nem raktam föl, de nagyon nagy. Figyelj, a lényeg az, hogy az egész világon regisztrálnak emberek, már 1,5 millióan regisztráltak rá,
és hozzád hasonló korú, viszont ellentétes nemű egyet fog téged ébreszteni a megadott időpontban, és a programon belül látod a kis képét, tehát itt rögtön van egy ilyen példakép, hogy ki fog ébreszteni. Hát most figyelj, a holtamból föltámadok ennek a kis... Nyilván egy tök jó csaj van befotózva azonnal, igen, a tesztprogramban. Jani, mutatom neked is, nem majd laki, ennek a kis őzikének azért kiszaladt az erdőből. Igen, én ezt olvasom, ezt a cikket, én, én nem találom még az áruházunkba. Nálunk még nincs. Nincsen. Valami orosz verzió van, az nagyon rossz, de hogy én még nem találtam. De hogy hamarosan jön majd erre, és nyilván itt az engedélyeztetési procedúra hoztam, mert nekünk olyan telefonunk van, ami ugye egy professzionális rendszer. Hát igen, ugye, tehát ellentétben a másik. Nálunk tesztelik, ugye, vagy előjöjjenek, ugye, mindenféle gyerekbetegség. És utána pedig átkerül az iPhone. A prémium, köszönöm, hogy nem nekem kellett kimondanom ezt, igen. De igen, minket prémium felhasználókat ezektől a gyermekbetegségektől meg kimélnek, ugye ezt kimondhatjuk. Nálatok letesztelik, és a fut, akkor jöttök akkor jön a prémium felhasználás. Jöttök már, igen, hozzánk is az App Store-ba. A lényeg az, hogy egy percig tarthat maximum a hívás, viszont látod a képét annak, tehát vadidegen embertől kapsz egy ilyen ébresztő hívás, mint egy szállodában. Beleszól, elmondja, hogy ébredj, kis barátom, nem tudom, és egy percig tarthat a hívás, látod a képét, tehát ezért finoman ezzel így lehet. Egy ilyen reggeli flört azért, akkor csak úgy kiülsz már az ágy szélére, nem? Azt nem fekve fogadod. Számot látsz vajon? Nem, számot nem látsz, de a fényképét látod, a nevét látod. Most az egy perc alatt, hogyha nem szeret ki belőle a számot, akkor igazi béna vagy. Hát én azzal kezdtem, jó reggelt, mi a számot? Hát nem előbb nézve a képre, igen. Azért. Igen, nézd meg a képet, hogy ki. Ja, csinos, igen. Vagy, kamu vagy, igazi, mi a számot? Hát én mivel kezdenék? Tehát én ilyen állandó szundira visszaraknám, nekem kérnék egy ilyen standard 10 ébresztés, mert nagyon visszaalvós vagyok, tudod, hogy tudjak szemezgetni az ébresztőkből, nem? Igen. Jónak tűnik, ki akartam nem? próbálni, mert valamelyik reggel csak nem találtam. De az megvan, tehát azért ezt otthon eladni. Hogy tudod valaki, szia, anyuci vagyok, ébresztéskét, és magyarázd el otthon anyának, hogy most mi történik. Hát felé, hogyha ő már nem töltött el a telefonjára, és őt meg nem ébreszti valami szippendél. Igen. Szevasz, Zoli vagyok. Igen. Nagy, igen. Szia, Mónika, Kongóból. Telefonálok, hatalmas dolgokra vagyok. Kis ember hortyog még a hálózsákban. Van egy percünk nekem, annyi elég, gyere, Mónika. És minden más országból is hívhatnak, tehát itt nem is egyértelmű, hogy magyar jelentkezik be, hanem itt egy bejelentkezik egy svéd csaj, egy perui srác, tehát itt bárki már ki lehet. Hát egy jó kínai. Csak kipattad. Van már nálatok? Mi a neve? Vakijev, úgy írek W-vel. Azt mondja, hogy Vakijev. Vakijev, nincs V a V-vel. Vakijev. Jó, az egy régi beidegződés. Vakijev, W-vel. Igen, meg lesz. Azt mondja, hogy... Van? Ami orosz verzió nekünk van, de viszont, ez a legnagyobb csak, amit keresi Jani, hogy ami egy ilyen alternatív felhasználása. Ha bármikor véletlenül valami ex-csajod, vagy valami becsörög, ki volt az kicsi? Ma megküldt az ébresztő. Igen. Már meg semmi. És cenzúrázzák vajon, hogy én mit mondok? Vagy abban az egy percben én úgy keltem föl, ahogy akarom? Szerintem ahogy akarod. Ahogy akarom? Hát ez egy élő hívás. Aha. Egy élő hívás, tehát az a lényeg, senki nem ülott és cenzúrázzam. Hát lehet jelentkezni ébresztőnek, meg ébreszteni valónak, és akkor te eldöntöd, hogy te azt mondtad, hogy te ébreszteni. Nyilván a dolognak a lényege egyébként valami elfuserált ismerkedős oldal akar nyilván lenni ébresztésnek. Nyilván az egész totálisan el van rejtve, persze, megint egy teljesen igen. Legális ismerkedési ezek, program. Jó reggelt, neked is mi a számod? Igen. Tehát, hogy most hogy nyilván hol ezzel vagy? Fogsz kezdeni. Messze vagy nem jó. Közel, gyere el. Egyébként nem. Jó, figyelj, nagyon nagy, hogyha föl fogják tenni, én telepítem, azt megnézzük, hogy mit tud, jó? Jó, egyszer jó, mindenképp. Egyszer kölcsél? Egyébként nem, azt meg lehet... Kölcsél? Fölkölcséle? Vesd meg az ágyat, aztán kölcsél föl. Hogy egyszer nem szívesen ébrednél? De ez nem kell alkalmazás, én fölhívlak téged reggelente, akarod? Szia, Bali. Tökre nem kell alkalmazás. Hívjál föl volna tegnap, vagy holnap. Tegnap? Na, kölcselek, hívjál föl tegnap. Hívjál föl tegnap, akkor. Hívjál föl holnap ötkor. Az igazi személyiség, tudod, tesó, persze, hívjál föl tegnap. Látod, mennyire akarsz. Jó, mindegy, megnézzük, jó? De jó. Nem a nehéz korai ébredés az, ami ma reggel böki a csőrön. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Se. Na. Jani közben telepíti. Már megvan. Na, nálatok megvan? Úgy csinálok, mint hogyha most ébrednék. Kettes már föl magad holnap. Ne állítsa be most 5 perc múlva.
És aha, akkor még adás alatt becsörög. És én is Jenniferrel ébresztessem magam, ahogy Tibi. Jennifer O'Donnell-el, aki Jennifer, 29 éves. Ja, ha Jennifer véletlen hallgatja az adást, engem egész nap ébreszthet. Na, jó? Állíts be magadnak holnap. Ébresztes már föl magad holnap reggel. Kíváncsi vagyok, tényleg. Jó. Jó, telepítem. Jó. Na, egy pici parkolási morál itt a Böki a csőrömbe, és megint belefutottam, ez egy állandó problémám egyébként, engem nagyon idegesít, ahogy mi magyarok parkolunk. Mentem egy kis utcában, nem emlékszem pontosan hol volt, és egy nagyon tündéri idős néni vitte valóban gondolom a kislányát, meglátott egy picike helyet, ami fel akkora volt, mint az autója, de mondta, hogy be kell ennek ide férnie. És elkezdett szépen betolatni. Látszott, hogy fél az egésznek se eleje, se vége. Tehát azt tisztán látszott, hogy oda az nem megy be. De be kell annak oda férnie. És ezzel a lelkesedéssel szépen neki ment a mögött álló autónak egyszer. Azt mondta, hogy add még ennek még egy esét. Meg hát, ha arrébb lökte az autót, tudod, és akkor nagyobb a hely. És finoman így lökhárítóval így tologatta a mögött álló autót. Be kell annak valahogy férnie. Mellé gurultam, amennyire tudtam, és mondta neki, hogy néni, kérdés csak, hogy kétszer neki tetszett menni a mögött álló autónak. Jaj, nagyon szépen köszönöm, kisfiam. Nem vette észre. Adott egy nagy gázt, azt elment. Ennyi. Nagyon nagy. Tehát, hogy olyan, tologatta, kicsi fészkelődött ott, kicsi ez a kabát, kicsi ez a kabát. Köszönöm, kisfiam, adott egy gázt, és elment. Mert egy két nyugdíjas biztosítási csalást akart így csinálni, és az papa, törjük le az autódat egy kicsit. Tegyünk rá lökött lökhárítót. Hát módkor hallottam a Morning Show-ban, hogy így csinálják a rosszat. Csak jöttél, és megzavartad őket egy biztosítási csalásban. A múltkor ugyanezt láttam egy ilyen kis busszal, vagy valamilyen ilyen transporterrel, ugyanez a csávó parkolgat. Kicsit úgy láttad, hogy mögötte ott egy ilyen 30 milliós autó, kicsit meg... így megtolt egy picikét, de ő úgy van vele, tudod, hogy... Nem transporter a turnébuszotok? Igen, a bátyám. És a visszapillatóból láttam az eseményt. Igen, a bátyám volt. De hogy ez mekkora van ez sötétség. A faltól falig parkoló, nem? Akinek ad biztonságérzetet, hogy érzi, hogy koppant, akkor tudja, hogy már ott van. Akkor elindul előre fele is koppan. Akkor aha, elindul hátra, és ez előre koccolok, hátra koccolok. Van, aki tényleg így parkol. Hátul támaszt elő, meg egy pici helyet hagy, hogy azért ő majd kiférjen, amikor jön ki. Én tudok olyanról, aki ezt direkt csinálja. Ne hülyeskedj már. De ugye megy, de ő nem számolja ki, hanem tudja, hogy neki ment egy kicsit, akkor már ez mehet előre. Előre megy, megint neki ment, jó, akkor mehet hátra. És így teszi be az autót. És így ki az okos? Mert így akkor nem dobja ki a pénzt a tolatóradarra. Érted? Teljesen fölösleges. Pipongloban bepattog a helyre. És ez, ő így van vele, hogy úgy indul el, hogy majd így fog parkolni egy kicsi helyre, úgy áll be, hogy ő tudja, hogy ezt most... általában, igen, rosszabb vezetők csinálják. Uh-huh. Ezt a típusú parkolást. De sok ilyet látni a városban, tényleg. Tehát ez most, nem tudom, remélem, hogy ez most nem egy új rendszer lesz, mert akkor komolyan mondom, hogy ez a másik, ami, tehát van egy pár ilyen, amikor mész, mondjuk túlgurulsz egy helyen. Ez a másik, amitől sírok. Túlgurulsz a helyen, kirakod az indexet, hogy oda majd tolatva fogsz beállni. És rádál. Emberünk úgy van vele, hogy na, nem fogod meg itt a forgalmat, beáll a fenekedbe, az egész forgalom föltorulódik, tehát onnantól már nem is fog tudni engedni téged leparkolni, és dudál. És eljátsza azt, hogy ő egyébként holnap vagy holnap után nem ugyanígy fog parkolni majd, és ő most egy borzasztó értetlen, nagyon dühös, és egy pillanatig nincsen benne az, hogy holnap ő ugyanígy akarna parkolni. És mindig ez van bennem, hogy tesó, holnap te akarsz majd ugyanígy megállni, akkor majd én jövök a te izé valagadba, és én nyomom a dudát. Tehát, hogy nem? Igen, csak mert ő okosabban fogja csinálni, meglátja a parkolóhelyet, megáll előtte. Lelassítja a sort, a sor megáll. Kirak egy bóját, érted, egy ilyen útlezárás táblát, belöket, és akkor már is indulhatsz tovább. Na? De az meg van, aki nem akarja érteni, hogy te parkolsz. És valószínűleg direkt nem érti. Tehát ez a típus, aki tényleg nem akarja. Tehát nem arról van szó, hogy későn indexeltél, hanem hogy nem akarja megérteni, mert ő azzal időt nyer, amíg ugye te tovább mész és nem parkolsz be inkább. Ez a direkt értetlen típus, igen. Ez aljasság egyébként, ez rohadékság. Meg az, hogy holnap tesó, tehát értem, nyomd a dudát, holnap te fogsz majd akarni. És ha megláttak. Figyelj, akkor. Te ilyenkor, Jani, kiszállsz egyébként, amikor mondjuk anya parkol? Akkor van olyan, hogy kiszállsz, és hátra mész, és pillanat! Tudjátok nagyon jól, hogy a tolatás az egy olyan univerzum, egy olyan dimenzió a női sofőrök számára, amit ők nem mindig tudnak érteni, tisztelet a kivételek, nem igazán tudják értelmezni ezt a sztorit. Erre vagy apa, erre vagyok én, ezért visz magával mindenhova, és én rá, az anyusülésen, és én jelzem. De mi, olyankor átülök? És kiszállsz és irányítasz? Persze. Nem akarom tudni. Ezt nem akarom tudni. Előre. Annyira klasszik. Ez a kicsit még? Csak mutatom. Nem, mint a kormány, te kell is mutatod? Igen. Így a mutatójaddal körözöl? Aha.
Nagyon jó. És mi az előre? Vagy, tehát, hogy, vagy vissza a kormány? Hát nem jelzem. Hát ugyanúgy érted. Jó, gyere, oké. Ja. Ez nagyon nagy. De olyan ez ezért nincs olyan világítód nincs, mint a Ferihegyen? De van. Na, korábban, amikor még 21-esen repült, akkor... És ha véletlen koccanak ott hagyod, és úgy csinálsz, mint nem ismernéd, vagy akkor... Nem, gyorsan beszaladok a izélet. Vagy gyorsan beszaladsz egy patyolatba gyorsan, hogyha balé van. Akkor nehogy itt kiszúrás legyen. Ez nagyon menő. Minden nagyon megy neki. Soha nem volt egyetlen baleset, egyetlen koccanása sem, de a parkolás az... Hát az... Azért van, hogy valót maga után. Hogy más... Tehát, hogy az agyfélteke valahogy úgy van. A tájékozódás és a parkolás azért megy nehezebben, mert valamelyik agyféltekéjük ugye erősebb, és a parkolástól ugye másikat használod, de mindegy, ez jó, bonyolult. Tudjuk, de hogy kevésbé, megy, tehát ennek van egy biológiai megy. Oka, aha. Hogy miért parkol nehezebben a nő, mert hogy valamelyik agyféltekéje erősebb, és a parkolásnak pont a másik kell. Aha. Jó, azt értem, hogy mi nem megy, de akkor mi megy? Hát, na, fél, hát neki most azért minden más megy. Igen, nem a vezetésbe. Én mélységesen elítélek mindenféle olyan mondatot, amivel a nő hátrányos helyzetbe hozunk, és egyszerűen egy kalap alá veszük az összes nőt, mélységesen elítélek mindent, és azonnal kihátrálok a megszólalásból. Fúj, hallották, ez én voltam, Balázs. Egy pillanat, én már itt sem vagyok. Kassa Tibor vagyok, a barátnőm és az édesanyám úgy vezet, mint Räikkönen. Így van, a nők nagyon jól vezetnek, kikérem magamnak, a nők a legjobb vezetők. Elhatárolódom, Feri, minden egyes. Rally bajnok nővel élek együtt, csokolom. Hagyjatok már. Én tudom, hogy miben jó, kérdeztem. A vonal megszakadt zene. És most jöjjön Kassa az elmondanám. Szóval agyfélteki probléma ez. Ahogy egyébként a férfiaknak is néhány olyan dolog, amiben a nők sokkal jobbak. Ez így van. Mérföldekkel. Mérföldekkel vernek ránk férfiak? Figyelj, mondjuk én ne ugassak, mert nekem még jogsint sincsen. Így van, így van. Ezt nem akartam mondani, hogy ne ugassál, jogsint sincs. Így van. A nő pedig van. A nő van. Mert ő megcsinálta. Figyelj, gyakorlatilag több mint 20 éve van jogosítványa, rengeteget járjuk az országot, rengeteget vezet, és ehhez képest soha semmi probléma nem volt. Se egy koccanás, se egy bírság jó egyszer volt. Akkor miért nem használ sípot? Beraktál egy kis sípot? Két csíp túl közel, vagy egy csíp, és egy tolató, élő tolató lenne, egy biotolató rad. Az van, hogy ő a nejem, az életem bárja, szerelmem, nem egy német juhász kutya, tudjátok. De egyébként a tolató radar sem megalázó azért, mert fütyül neked. Hát kiszállnál, és úgy élő tolató radarként... De nem kell fütyül. Nagyon félt, akkor nagyon közel vagy, ha szaggatott, akkor már közeled. Hát ez nem jó, mert a Jani lehet, hogy simán lehet, hogy nem tud jól fütyülni. Bipegjen. Bip. Na, menjünk enni valamit. Meg is vagyunk. Na, tulaj, jön a tulaj, menjünk enni. Egyébként abban van valami, hogy ez a parkolás, ez egy ilyen állandó bizonyítási kényszer a két nem között. Tehát figyelj, én, mikor a páromnak friss jogsia van, és én, mikor egy ilyen nagyon pedánsan beparkolok egy ilyen egy íven, és tudod, igazítás nélkül, hogy paffi, ott van. Kicsit fényezt most magad, de nem, amikor sikerül, nem mindig sikerül. Amikor sikerül azt a diadalittas átnézést az anyós ülésre, tehát az a ezt csak mi tudjuk, tehát ezt csak egy pali tud így beparkolni, ezt én vállalom. Amikor nem sikerül, akkor én mindig mondom neki, tudod, hogy kicsim, semmi gond nincs, inkább igazítsál rá te is kettőt, mint hogy úgy hagyod, hogy nem jó. Tehát, hogy... Igen, a nőknek ez a parkolás, ez kicsit nehezebb, igen. És én is szoktam mondani a Vikinek, hogy hagyjad innen, már elsétálunk a járdaszegélyben. Ne törődj vele! Innen három lépés, és ott vagyunk engedelre. Semmi baj. A párom nagyon cuki egyébként, ő az adott célállomástól el tud menni néha másfél kilométerre, amíg talál egy olyan helyet, ahol stresszmentesen berakja. Ő nem akar szorongani, nem akar feszengeni. Igen, de a rányok sokszor rá is feszülnek. Rá, aha. Tehát, hogy gyorsan kell parkolni, nézik őket, jön a forgalom mögötted, igen. Balázs, okoz egy ilyen. Csak azért, mert elmentünk most egy utcába, de nem ez volt az alapvető dolog, mert most ítélethez megyünk, de nem a nők parkolása volt a témám, mielőtt nem adod most meg, hanem az alapvetően a parkolási morál. Jogosan böki a csőrömet. Ne add meg. Miből nem lesz baj? De nem, mit mondanak majd a nők? De nem a nőkről volt, az csak egy kirándulás volt a az témában. Csak egy kis eskanyag. Zárójel, helyes. Ott a Feri elindult egy rossz irányba, és mi belementünk. Melyik a maximális? A hármas. Hármas szintű, abszolút indokolt csörbökés. Jó van. Mindannyian fejet hajtunk nagyságod előtt. Tibi a király. Jogos, egyébként van benne igazság. Gyakran mondják, még se unom meg. Van benne igazság. De nem azért húztam az időt.
az ébresztő programmal, a parkolási morállal, a nők parkolásával, a férfiak parkolásával, mert esetleg nincs valami magvas a tarsolyban. Hát pedig azt hittem, hogy nincs. De van! ez most egész véletlenül olvasói levél mihez képest. Tehát, hogy ezt egy rajongó küldött egy levelet, amely elmesélte a történetét, hogy vette egy új telefonszámot, vagy vette egy telefont, és az kapott egy telefonszámot, elkezdte használni, megadogatta egy pár száz ismerősnek, szépen elkezdte használni, hogy ez az új számom. Majd egyszer csak elkezdték nagyon keresni rajta Zolit. Jó napot kívánok, a Zolit keresem. De nem tudom, milyen Krisztina vagyok, hogy ezért. Adjam a Zolit, adjam már. És elindult ez, hogy heteken keresztül folyamatosan hívogatták. Használt számot vett? Zoli, ne hülyéskedjél már, Zoli, itt vagyunk már a Tomi alatt. De mindenki így kereste a Zolit, vagy csak ez az egy ember kereste a Zolit? Mert ha a Zolinak az összes ismerőse ilyen, azért nem lennék a Zoli barátja. Tehát csak így keresik a Zolit, azért elgondolok. Ki ez a Zoli, és milyen barátai van? Hallom, hogy tudom üdvözlök, hogy a Zoli. Zoli, gyere már, Zoli, hol vagy Zoli? Igen, nyilván nem. De a lényeg az, hogy nagyon kerestek rajta valakit, aki nem ő. És állítólag ugye az van, hogy amikor te leadsz egy számot, tehát mindannyian, vagy volt már gondolom több számotok nektek is, nem? Mióta a mobiltelefonom van, ez az egy számom. 94-ben vettem, és azóta én, ez van. Én 96-ban lett mobiltelefonom, és azóta ez a azóta számom. Ez a számom. Jani, mi nem vagyunk akkora sztárok, mint te, hogy meg kelljen cserélni. Ennyi. Eleve, ha az vagy 30, mint 29, onnan már tudod, hogy egy régi, ott, az már egy régi szám. Figyelj. De a lényeg az, hogy ugye a visszaadott ilyen számokat, azokat újra kiadják. Azokat előbb-utóbb újra kiadják, így van. Csak ez ugye kérdés, hogy mi az előbb-utóbb? Tehát, hogy ennek mennyi az átfutás ide, meddig hagyják így, meddig jegelik így a számot. Szám. Igen, meddig pihentetik a számon. Ez egy érdekes dolog. Finom, tényleg nem? Van erre valami előírás, hogy meddig kell? Vagy ha te visszaadsz egy számot, azt másnap kiadják? Hát csak másnap, ezek csak szerint, nem. De harmadnap igen, na de, az figyelj, esetből. Most gondolj bele, tehát, hogy egy egyszerű példát nézzünk, aztán majd picit foglalkozhatunk, hogy ebbe hogy lehet hasznot húzni, vagy hogy milyen károd lehet belőle. Mondjuk, fogod, ülsz mondjuk kinn a kertbe, ugye, és egy ilyen romantikus pillanatban azt mondod, hogy ráüzensz már valamelyik 6 évvel ezelőtti exedre, mert beugrik egy ilyen romantikus kép, hogy az a milyen volt. Rádobsz egy SMS-t, hogy úgy hiányzol, úgy emlékszel-e még arra a paplanra, amit úgy összegyűrtünk, hogy emlékszel aktereken, mikor, és akkor nem ugrasz át. Na most addigra... Saját kútfő ez a része. Addigra Zolinál van a telefon. Ó, már Zoli, gyere már, Zoli! Nem, most menjek, cica fiú. És addigra ez a telefonszám nem a te volt csajodnál van, hanem a pesti alvilág egyik cica babájánál, ahol apa a 200 kilós macsetás bűnöző éppen meglátja, hogy te üzengetsz a nőjének. Te ott ülsz, mit akarsz, kisfiam? Nem, én csak a volt barátnőmnek. Ezt magyarázd el, hogy te volt. A felvetés érdekes. Igen. És onnantól te testőrrel mászkálsz, az életed végveszélyben, magyarázkodhatsz minden. Míg te rá akartál a 4 ezelőtti exedre egy kis romantikából üzenni, és a szám meg végül izénél csörög. Hogy olyankor mondjuk a mobil szolgáltatónak mondhatom azt, hogy onnantól kezdve a testőrséget, a plastikai műtétet. A páncélozott autót, az elköltözést, igen. A TUSZ programot fizessék. Az új személyi azonosságot, azt ilyenkor állja a szolgáltató. Tehát, hogy van azért valami rizikó, ezt nem mondhatjátok, hát hogy nincs. Igen, és mi van akkor, hogyha mondjuk már egy olyan illetőnek a kezében van, aki unja a dél-amerikai sorozatokat délutánonként, és szívesen elkezd vele flörtölni, és egyébként 70 éves, egyedülálló özvegyasszony, és visszaírja, aki benne van visszaírja, a játékban. Rendben, benne vagyok, csak igen. Elköltöztem, új címen van. Tudod, Vörös Marti tér, nem tudom, kettsúl mész hozzá. Kiengesztelhet nyugodtan azokért a szemtelen dolgokért, amiket a múltkor elkövettél. Igen, ráfűzöl, és nagyon betegkel a mamát. Kértelek, hogy azt ne csináld, de te csináltad most, viszont már nekem is lenne hozzá kedvem. Igen, itt van néhány. A gyanúsot levegy hozzá, igen. Kolbász, krém. Árpádult 28, 4. emelet, 2, kapucsengő, horvátné. De már mondok egy-két forgatókönyvet, csak hogy picit játszunk el a gondolat, hogy mi tud ebből kisülni. Tehát itt van mondjuk, kapsz egy hívást. Tehát, hogy valaki volt telefon, nem kaptál hozzá, nem tudom, erkölcsi bizonyítványt, tehát nem tudod, hogy mi van. Kapsz egy számot, gyanútalanul elkezdett használni, majd éjszaka csörög a telefon, ez a tesó, mindjárt keresni fognak, de ne törj meg. A tesó, te még lenne tippem, hogy ki az. Tesó, mindjárt keresni fognak, de ne törj meg, ne köpi. Bármit csinálnak veled, ne köpi. Még most is ismeres, igen, kanyarodj el az illetőtől. Bármit csinálnak veled, ne köpi, ne mondj semmit, meg fognak kínozni, de te végig légy kemény. Tehát azért, hogy egy ilyen hívás után azért a számot így félreteszed így magadtól, nem? Igen, finom? Igen, ez elég kemény. Igen. Jó, nézzük azt, hogy egy picit ilyen pozitívban tudsz a dologból kijönni. Tehát, hogyha mondjuk hívogatnak téged,
és mindenki nagyon anyucit keresi egy kis, és mindenki nagyon liheg a telefon túloldalán. Akkor a 30. hívásnál már csak leesik a tantusz, és elkezdesz pénzt keresni, nem? Hogy micsoda, hogy elkezdesz beszélni? Hát, hogyha ez kiderül, hogy ez valami okosba, egy ilyen kis izé volt, egy ilyen kis szolgáltató vonal volt mondjuk előtte. És mondjuk ott nagyon nyögdécselni, már 20-30. Hívó nagyon reménykedve nyögdécsel a túloldalon. Akkor csak leesik a tantusz, és azt mondta, hogy igen, tessék, elnézést, anyucit keresem. Anyuci vagyok. És éppen mosogatsz közben. Igen. Ez az. Jó, csak abban neked nem jön be pénz. Mert ugye a vonal az emel. Hát annyi, de megszínezem annyival, hogy most már az van, hogy ez izé, és adok egy bank. Miért? De miért csak beszélünk elő a dologról? Miért nem küldesz egy kamuszámra most így hirtelen síróbb lősd be egy számot, és küldjünk el rá egy SMS-t, hogy jó, hogy öt perc múlva ott vannak nálad, nem mondj semmit, mert mind a ketten nagyon rá. A számot azt most beblöfölünk egyet? És blöfölj be egy számot, küld el. Blöföltök egyet? Tessék. 0-30. Igen. 9. Van 30-asra kezdődne még 9-es? Persze. Na, 30, mondj egyet. 9-3-71. Igen. 12-24. 12-24. 5 perc múlva ott vannak nálad. Mindjárt nálad. A zsaruk ne köpj. Ne. Ha tudsz, menekülj. Jó? Ne köpj. Menekülj. Jó? Aláírás? Semmi. Igen. Semmi. Miért? A sítes vagy valami? Ne, az már nagyon sok. Igen. Ne hívj, SMS-t küldhetsz. Tehát, igen. 12. Jó, ne hívj. Ne hívj. Ne hívj, csak írj. Ne hív, csak írj. Nem, ne hív többet. Ne hív, csak írj. Jó, elküldtem. Elküldted? Ez egy létező számla? Hát nem, mindjárt megmondom, hogy kié. De szemét vagy. Igen. Ekkora lett volna, most bemondom fejből. Egyébként beugorhatott valakinek a számla. Nem jó, valami többet diktáltatok. Na mindjárt közben. Egyel, vegyél le, az utolsót vedd le. Jó, mindjárt megoldjuk. Na, hogy... Szóljál, ha írt rá. Jó, mindjárt nézzük. Csak az a baj, hogy ennyire hülyék vagytok, hogy rossz számot diktáltatok. Na mondjál már... Jó, mondok én. Egy tök blöfföt. Ez most tényleg blöff. 0. Tessék. Mehet? És... De nem tudok... Tessék. Az, hogy nem tudok jót elmondani, mert akkor be kell mondanom, hogy ki volt, és ezáltal kiderül a száma. Mondj egyet. Elintézzük, semmi baj. Csak a számot mondd, megvan az üzenet. Tehát 0. Tessék, mindenki mond egy számot, mondj egy számot. 8. De nem 8, hát mi... Akkor 0-6-30. Ja, úgy jó. 8, persze, 0-6-38. 76. Várj, igen. Nem mondj be teljes számot. Az utolsó három. Leírok neked egyet, és az utolsó hármat. Mert utána mindenki ezt a számot fogja hibogatni. Ja, jó, aha. Értem. Az előző úgyse volt jó egyébként. Az nem volt jó. Tehát... Mondj egy számot. Mutatom. Mondhatod, hogy 7-eset adom. Mondhatod, bár milyen jó csapat lenni. Mutatom, egy számból még nem tudják, hogy ki a szám. Egyre hülye vagy, de jó parkolsz. Ez igazán. 7-es, mondj egy számot. 4. És Feri is mutatja. 4. Hány számnak kell lenni? 3. Hát a végé 3-at kértél. 7, 4, 36. És a vége 36. Igen, még kell 2. 36. Jó. Akkor most utána. Tessék. Jó, küldöm neki. Jó, küld azért, hogy ha bemondunk, igen, élőben egy számot, de mindenki ezt a számot fogja élőben, hogy szegény hallottalak, tehát ne tegyük tönkre most egy embernek egy életét. Csak és nézzük ők is elkezdik küldögetni neki az SMS-eket. Igen, nézzük meg, hogy egy másik számra. Jó, elküldtem. Mit ír? Itt, és akkor majd bemondjuk, hogy mit ír. Jó, mit írt az neki? Üzenet, mindjárt nálad a zsaruk, ne köpj, menekülj, ne hívj, csak írj. Aláírás, a sítes. Nem írtam alá. Jó, hogyha üzen, akkor... Egyébként írtak nekünk azok, akik szolgáltatónál dolgoznak, és akkor azt mondják, hogy 6 hónap után adják ki a számot, muszáj, mert hogy elfogynak tulajdonképpen, és hogy emiatt kell kiadni. De hát... Karantén vagy a telefonszám 6 hónap, ezt többen érek, utána újra kiadható. Volt értékesítő egy szolgáltatónál írja nekünk. Egyébként ezt többen elküldték. Az nem sok. Hát tényleg nem sok egyébként. Hát baromi, Tájföldön egyébként engem rendszeresen hívtak, és meg akartak venni egy éjszakára ott alvósba. Hát Tájföldön az örömlány... De mentél, nem? Hát persze. Fölvettem a parókát. Tehát ott sokkal hamarabb visszakerül szerintem az ilyen feltöltőkártya a forgalomba, és ott rendszeresen egymást hívogatják. Tehát még emlékezett tavalyról az örömlánynak a számára, azt akkor pont éppen nálam van. Tehát hogy az rendszeres volt Tájföldön. De nézzük meg még egyébként, hogy lehet ebből egy picit nyerészkedni. Na. Tehát, hogy amíg fölhívnak téged. Fölhívnak, azt mondja, igen, mondják, hogy bediktáltunk egy 8-jegyű számot. Hát ez ügyek, hogy nem tudunk összehozni egy darab számot. Az ez sok. Most jó, ez most jó, ez most jó. Az igen, előző volt. Az előző volt rossz. Most még nem válaszolt, megvárjuk. Tehát fölhívnak téged, hogy Zoli névet rosszul piározzuk, nem? Zolikám, az van, hogy megkaptad a szálloda beruházást, tiéd a 200 millás meló szoboszlón.
Gyanakodnék rá, hogy félrement azért. Nem ilyet, nem ilyet. Nem indulnék Szoboszlóra azért. Főleg, ha épségben dolgozom. De nem feltennék további kérdéseket. De nem miért? Összeszedsz 10 darab kőműves havert. Azt elindulsz kivitelezni. Elnézést, hoztam a terveket. Igen, meg vagyunk. Nem, itt vagyunk. Hát oda ki három falat elhúzni. Itt ez esemes. Engem fölhívtak, hogy enyém a meló. Még kérné rá mondjuk írás vagy megerősítést az e-mail címedre, hogy de biztos adnám az e-mail címedet, most 10 darab kőművest összerántasz, fölrántasz egy olyan valami wellness-t, érted? A családod egy életre megvan, kerestél 300 millát. Figyelj, és beesett. Nem. Igen, nem indulnék azért el. Tehát, hogy ott még azért további kérdések lennének az építkezés helyszínén szerintem. Igen. Szerintem a fővárosi profik ennél kicsit jobban csinálják. Igen. De szerintem névvel, telefonszámmal, valakire hivatkozva, SMS-t mutatva arról a telefonszámról, azzal lehet. Van, aki azt írja, azt kérdezve, elástam a hullát, mi a következő lépés, főnök? Ezt kellett volna elküldeni. Na mi van, írt? Még egyelőre nem írt. Hát, de lehet, hogy most és mi van, hogy tényleg valami csibésznek írtunk, és hanyathomlok menekül. Igen, szegény. Ez mennyire kellemetlen. Jó, de mondjuk olyat mondjuk lehetne csinálni, hogy megveszel, tehát lehetne, innentől kezdve lehetne horgászni a számokkal, megveszel, nem tudom, 50 számot, azt nézed, hogy mind csináltak előtte valami jó kis melót, simán lehet, hogy volt valami jó menő extaxi, és érted. De honnan látod? Várod a hívásokat, mi jön rajta? Hát fia, fél éves számokon gyakorlatilag ott, fia, fél éves számot, hát neked hány olyan számod van, Balázs, amit fél évig nem hívtál, most fölhívod? Sok lenne, sok jelen. Persze. Most ne csak az ex-csajokról beszéljünk, de hogyha hallják az ex-csajomok, üzenjenek már egy aktuális számmal. Küldjék el. Nagy a baj. Nagy a baj. Ma aktualizál. Én ők is a barátném olyan boldog lehetnénk csoportosan. Kedvesen is akarja. Igen, és a kedvesen pedig most üzent, hogy mindennek vége, meneküljönnek az örökség. Hallgató, engem évek óta hívogatnak, a számom egy horgászbolt száma volt Tihanyban. Azért az mennyire megköszönöd a szolgáltatónak, az jó, nem? Az igen, jó. Csak szeretném megkérdezni, hogy pajor van-e pajor, mert a halcsára mennénk. Másfél kilós vödrös csontit szeretnék, köszönöm szépen. Azért, hogy 100-szorra megkapod azt a hívást, igen. És hogy erre milyenkor a megoldás? Mert ugye visszamehetsz a szolgáltatóhoz, és azt mondtad, hogy akkor köszönöm, ezt a számot nem kérem. De feltehetőleg addig már 3 hét alatt nagy nehezen megadtad mindenkinek, az nagy nehezen bevezetted a számot, és ott vagy. Most egyenként tudod a hívókat blokkolni, de millió lesz nyilván. Tehát, hogy igazából nincsen rá jó megoldás. És ha egyébként az van, hogy neki kiadják a számot, de te nem írod át a nevet. Micsoda? Hát, hogyha neked egy rokonod. Az illető. Persze, erről beszéltem. És nem írod át a nevét, és kiadják a számát, és erről beszéltem. Becsörög, vagy téged fölhív, akkor kiadja, akkor látod, mint a rokonot hívnak. Így van. Azért az elég fura. Hát gondolj, azért mondom, az exes példát, hogy mondjuk, és csörög a telefon, szia cuncikő. Aha, úgy volt a számom, egy srác hívott kies hangos, szia Andi, mit csinálsz? Mondtam neki, hogy Petra vagyok, erről jaj, kis huncut. Nem tudtam meggyőzni, hogy nem Andi vagyok. Egy új játék, de jó. Ó, ebbe is benne vagyok. Ó, hívd magadra, hogy akarod. Ó, Andi, Petra, tök mindegy. Ez a szerepjáték, szeretem. Ez nagyon, hát a magyarul életszerű a dolog. És hány ilyen bolt lehet, hány ilyen szolgáltatás, vagy egyszerűen csak tényleg ilyen cserében fel, fél év, az rohadtul nem nagy idő. Igen. Tehát, hogy az még simán lehet, hogy új számoknál még az első fél évben azzal telik, hogy letereled az előző hívókat, érted? Nem az, értem, nem. Hát én a Szújót próbáltam levadászni, a Szújó az nekem 3 számom volt. Igen, a Szújót keresik nálam, néha Webert, néha ezt, tehát, hogy ez egy ilyen teljesen standard dolog. Tudtam, hogy sok bizarr dologban benne vagy, de hogy a Szújót is le akartad vadászni, azért az fura biztosan van. Igen, ezt nekem az Oli nem említette. Mondta, hogy tettél lépéseket, de ilyen bombőt nem mondta. Egy ideig zaklatott volt mindig. Megmondom őszintén, csak hogy így a fotók alapján feszesnek tűnik. Ismerek valakit, akit az új számán a végrehajtó hívogatta a gyereknek, azért az se lehet. És a végrehajtónak magyarázd el, hogy te nem ki akarsz hátrálni a végrehajtás alól. De én nem az vagyok. Korábban kell fölkelned. Bárki mondhatja. Bárki mondhassa. Ide egy hallgatom, hogy engem Franciaországból és Algériából hívogatnak állandóan. Az mi lehet? Én ilyen külföldi hívásokat nem kapok. Ez érdekes egyébként. Mi is rendszeresen kapunk ilyen hívásokat. De hogy ráadásul így meg is nézegettük a számokat. De ez nem valami vírus, ami így behatol a Gmail-edbe, meg mindenhol, és leszed minden adatot? Valami ilyesmi volt terjedt az interneten. Németországból, Dél-Amerikából, stb. Mit akarnak? Tehát azt is emlék, hogy soha nem sikerült eddig még időben felvenni a telefont. Akciós macsétát. De nem egyszer volt, hogyha egy idegen számról hívnak, azt nevet föl, mert a szám aktivál valamit a telódon, vagy az IP rendszeredben, nem tudom, ez lehet, hogy az. Hát próbáld meg egyszer. Valami gazdag rokon. Hát mit veszíted? Mi van, ha valami francia rokonád akar hagyni valamit? Na jó, nem tudtam őket elérni, úgyhogy akkor, ha jezsuiták kapnak mindent. De elküldik a fotót, megkaptál volna egy mastét, tudod, igen. Egyetlen egy rossz forgatókönyv, jön még valami? Nem.
egyetlen egy rossz forgatókönyv, azért nem számoltunk. Most valakire nagyon ráüzentünk, az véletlen övé lenne a félbelváros. Azt most nekem kell menekülnöm. Hát, így miért te telefonodról küldtük. Ha nem válaszolt, akkor küld rá, hogy félre ment. Aha. Igen. Meg mit gondolsz, miért mondtuk azt, hogy te küld? Elküldöm, hogy félrement, de közben finoman print screenet, azt elküldte a rendőrségnek, hogy itt valaki délután már elvisznek, igen. Írd rá neki, ha nem válaszol, akkor írd rá neki, bocs, félrement. Megkapta egyáltalán valaki két pipát? Megkapta valaki, de egy olyat ráüzenek, hogy csak tréfáltam, Sebestyén Balázs voltam. Jó, ezt szerintem korrekt. De jó arc. Félve kérdezem, hogy az ébresztő programért, a parkolási morál megreformálásáért és a telefonszámokról lelátott lepelér, jogos a taps és a sikor. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Gyerekkorban volt valami, amit ennyire akartatok? Vagy amiért a Lego. A Lego? És ugye akkor még az volt, hogy nem is tudtál sorba állni, mert az én gyerekkorom, vagy a mi gyerekkorunkban nem volt. Nem volt kapható Magyarországon. Tehát nem tudtál se játékboltot mondani. Nem, az Ausztriából jött de be. De még Budapesten se, igen. Semmi. És ugye nekünk... Esetleg a dollárboltban. Á, de oda meg nem jutottál be. Ne, soha nem voltam dollárból. Ha, tudod, volt ilyen, hogy megvolt dollárból? Persze, volt a strandfürdő mellett, és nyálcsorgatva mentél el mellette, és anyád így vonszolt. Oda mi nem mehetünk be, és nem értetted. Pacskas kapitalista! Dollár volt. Nekem a nagymamám a várban dolgozott a kaszinóban, és a várban volt szintén egy dollár volt. És hát mi a tesómmal szájtátva. És nem értetted, hogy mi az, hogy nem mehetsz be. És mi az, hogy dollár volt. Eleve nem értetted. Úgy, milyen dollár? Na, úgy, hogy ott láttuk, nem? És akkor a újkígyósi fényképész néninek lett egy osztrák párja, és ő vele hozattunk. De azt hiszem, 3 évig vártam rá, és mindig mondtam anyámnak, hogy anya, de egy Lego, mert valahogy a faluba került, és elérhetetlen volt, és még az sem, mint amit a Laci csinál, hogy bemegy egy napra, érted? Csak mondta, hogy menj be a tyúkolba, szedd össze, igen, és akkor rakja. Igen, hogy rakosgassad össze, az is összeragad magától, amíg még friss. Mondták, ez fekete Lego, Feri, fekete Lego. Ez a vidéki Lego. Ez a vidéki Lego, csendben összeállt. Nyurmázzál vele. Egyébként volt vidéki Legónk nagyméretű, mert a szalmabálából lehetett nagyot építeni, csak azok nagy kockák voltak. Igen. És akkor volt, hogy olyan sokan hozták, és akkor mondták, hogy most, hogy sikeres, hogy leérettségiztél Ferenc, akkor fogad. Szeretetted, és mondtam, hogy ez az. Köszönöm, végre megvan. Én sose felejtem el, volt egyszer egy fénykard, amit én nagyon szerettem volna, talán 300 forint volt, egy műanyag kapcsolója volt, hosszú PVC-csőbe. Igazi fénykard, vagy pedig egy zseblámpa. De, hogy igazi fénykard, és hihetetlen emberi kezeket tudtam vele levágni a lépcsőházba. Igen. Nem, képzeld, de úgy volt, mert csak 300 forint volt, hosszú hónapokat vártam rá, míg végül megkaptam, meg kicsit gyűjtöttem is bele, és adtam, tehát nagyon romantikus maga a történet. Volt egy műanyag kapcsoló, amit ha felkapcsoltál, akkor megvilágította belülről a PVC fénycsövet, és egy ilyen fénycső, és a fénycső, hát ez egy ilyen műanyag cső volt belülről megvilágítva, hogy kettőt odavágtál valakire, kész kiment az izzó, és többet soha nem égett. Ugye azt a gyönyört, amikor én azt megkaptam, azt el nem mondhatom. És kapott egyet a bátyám is. Leoltottuk a lámpába, vagy leoltottuk a szobába a lámpát, és hát oda lett a bal keze. Ja, igen. Nem akart velem tartani. Vidd magad, Obi-Wan. Pedig még maradt bennem még valami jó. 26 000-szer eljátszottuk. És amikor nagyon szétesett, akkor szétszedtük, és rájöttük, hogy nagyon át vagyunk vágva, mert hihetetlen primitív készítmény volt. De amikor órákon, heteken keresztül nézel, amit a kirakatba, és ott van minden este megvilágítva, ott égett. Hát az maga volt. De maga azt tudod, hogy egy igazi Jedi saját maga csinálja. Megpróbáltam. Igen. A part is picit nehezen tudtuk megvilágítani. Szóval ezek egyébként jó dolgok, nem? Gyerekkorban talán mondjuk meg is szépülnek. Neked volt valami? Hát nekem nagyon szerettél volna? Mindig a bringák. Az egyik nagyon jó barátomnak volt egy banánüléses, ilyen chopper kormányos kis... Tacsia? Igen, hát valami hasonló, de annál egy picit menőbb volt. Én nem is tudom, hogy honnan szerezhette. És a hátoldalán rárakott egy ilyen hajlékony fémszálat, és arra egy kis amerikai zászló. Igazi? Hármis kormány? Hallod, és akkor így végig hasítani a Torockó utcán azért... Annál nagyobb menőség nem volt akkor lőrincem. És olyat akartál venni, vagy arról álmodoztál, hogy egyszer lesz neked is? Igen, igen. Sajnos soha nem jött össze. Mi azt csináltuk, hogy így tuningoltunk bringákat, és akkor megvolt például az, hogy itt egy másik villát raktunk be egy vázba, amitől az egész egy kicsit megdőlt, és akkor hátrafelé tevődött a súlypontja, és fölraktunk rá egy kempingkerékpárnak a kormányát, és attól ilyen csopper jelleget. Tehát az egész Istenem. Végtelenül menők valahogy voltak. Ezeknek az elérhetetlenségében volt a szépsége, nem? Tehát, hogy valami sokáig nem tudsz megkapni, és aztán megkapod, vagy egyáltalán nem lesz a tiéd, szerintem mélyebb nyomot hagy benned, mintha megkaptad volna, játszottál volna vele, mit tudom én, egy hetet, elrakod, és soha többet nem veszed elő, nem? És a legjobb, amikor megkapod,
és nem érdekes. Igen. Nagyon vágysz rá, mert és olyan is igen. volt egyébként, amit így nagyon akarsz, aztán nem kapod meg. Mondjuk a Lego meg a bringa az ilyen, az már hogy azt szeretted, az jó volt. Én nem tudom, ezek a régi kvarcjátékok, amit írnak itt, hogy azok honnan jöttek, vagy kitaláltak, hogy ez japán volt, kínai, vagy nem tudom mi volt, de hogy ott is nagy gyűrűségek voltak. Volt, bocs. Amikor hoztam... Teknősbékát, ugrált valaki át, és vitte egyik oldalra a másikra, talán kókuszdiókat. Persze, teknősökkel kellett átugrani. És behozta ezt valaki az általános iskolába, és úgy néztél rá, hogy nem hitted el, hogy lehetnek milliómosok a szülei. Közben kiderült nyilván, hogy még 600 forint egy ilyen. És akkor voltak ezek a dupla fedeles kvarcjátékok, emlékeztek rá? És az két játékot tudod, két játékot mi? Tudod, vagy ugye két monitoron keresztül játszottad, amikor felhajtottad. Azért tudtad, már... hogy neked sose lesz ilyen. Azért én mi már iskolatársainkat ástuk el a Halomi úti erdőbe. Aj, de jók voltak azok. És akkor egy képernyősöd volt ilyen foci labda elkapós, meg nem tudom, az a kellemetlen voltál. Snoopy is volt, tényleg. Az teniszezett Snoopy. Azóta gyűlölöm a tenisz, mert nekem olyan nem lehetett. Igen, és megkaptad egy percre, tiéd volt a világ játszottán, és akkor visszaadtad a tulajdonosának konkrét fizikai fájdalom, mert tudtad, hogy neked sose lesz. Még egy kicsit, Tudtad, hogy neked nem lesz ilyen, nem? Hát figyelj. Hogy erre nincs lehetőség, ezt nem fogod megkapni. Sanyinak az is volt. Sanyinak mi? Sanyi azért volt menő, mert neki volt Ausztráliában egy rokonuk, és akkor ő küldözgetett mindenféle dolgokat, és például ő, hogy nagyon menő legyen, én nagyon szeretem egyébként, nagyon jó barátok voltunk, ő például még télen is a magasnyakú pulóver és ráhúzott egy Iron Maiden bólót, hogy lássák, hogy mennyire menő, de tényleg az is volt. Tehát, hogy azért kvarcjáték, banánüléses chopper bring. Hát ezek voltak, igen. Jó, írjanak nekünk most szülők és gyerekek, jó? Azok, akik hallgatnak bennünket, és még nincsenek iskolában, hogy mi most itt lenyomtuk ezt a Lego kvarcjátékot, hogy a gyerekek így most néznek rá. Jézusom, három öreg, milyen kellemetlen kvarcjáték. Király utcában bármelyik lomosnak. Érted, és ülnek a nem tudom milyen jézé előtt, PC játék előtt, és azt hallgatják, hogy mi sirálkoztunk egy Western Bar kvarcjátékért. De hogy most mire vágynak a gyerekek, vagy most mi az, amiért gyűjt, vagy amire gyűjtenek, amit szeretnének, amiért rágják a gyerekek a szülők fülét, hogy mi a menő? Mi a menő? Tudjuk? Nem tudjuk. Fogalmam nem? Nincs. Nem. Ahogy nagyobb gyerekeink lesznek, akkor megtanuljuk. Itt ugye a nagy telefonmániáról beszélgettünk, hogy valaki képes hetekig beállni, főleg hát ha nyilván üzleti érdeke van a dologban, másfél hetet állt ugye egy magyar srác, aztán eladta egy kicsivel drágában, és keresett 100.000 forintot, ami nyilván nem kevés pénz, kérdés, hogy másfél hétig állna ott az ember. Hogy keressen ennyit. Igen, de itt a profitról volt szó, alapvetően nem fan volt. Igen. Arról beszéltünk, hogy ki miért rajongott gyermekkorában, és hogyha szülők hallgatnak bennünket, most akkor csak megnézzük, hogy a mai gyerekek mit szeretnének nagyon, vagy mi az, ami menő, mi az, amit rettenetesen szeretnének, de nem kapják meg. Hát írnak nekünk régi retro dolgokat is a hallgatóink, és írnak olyan szülők is, akik most küzdenek a gyerekkel, hogy azt vagy ezt nem vehetik meg neki. Azt mondja, hogy óvoda óta vágyom egy világítós edzőcipőre. 23 leszek, hol lehet kapni? Aha. Ez mi ez a világítós edzőcipő? Minden lépésnél. Akkor egyet villan. Gyerekek. Ne, hát a gyerek 5 éves, és már nem veszi föl az ilyen tornacipőjét. 23 évesen. De ez világmárka. Igen, de ő megkapta. Na jó, de most... Jó, de te, érted, a te gyereked megkapta, ő na, már de nem azért, gondolom, a 23 évesen már nem akart villagos cipőt, nem? Igen, minden mert eddig nem volt. Villan egyet, kicsit furi, de jó egyébként. Nagyon vágytam és könyörögtem éveken át egy számítógépes órára, de soha nem kaptam meg. Most meg tudnám venni, de így már nem kell. Születésnapomkor mindig eszembe jut, hogy hú, de jó lenne. Most is ez jutott eszembe, holnap leszek 40 éve, Dudi. Ez a számológépes óra, ez a régi Casio? Amit hát, csak tudod, ízével tollal tudtál. Olyan pici gombok voltak rajta, igen. Igen. Nekem volt egy ilyen, és aztán azt megörököltem. Pontosabban nem én, hanem Móni. Ez egy teljesen fekete lapos óra volt, amin csak akkor láttad, hogy mennyi az idő, hogyha megnyomtad rajta a gombot, és szépen így elkezdett volt. Pirossal világítani. És ezt megörököltük a családból. Az én gyerekkoromban pedálos Moszkvicsra csorgattuk a nyálunkat. Egy gyereknek volt az egész lakótelepen, és mindenki azzal akart menni. Klasszikus. Hát nekem volt. Mekkora klasszikus. Még mindig fáj a szívem érte. Most vettem egyet a kisfiamnak, felújítottuk, és de a kisfiam rá se néz. Ez annyira tipikus, hogy ez a te álmodat egy gyerekkorod. Neki ez már. Mert ő már látott egy olyat valószínűleg a lakótelepen, vagy ahol laktok, ami egy ilyen feltöltős, tudod, elektromos. Igen. Most már vannak ilyenek. Én most múltkor láttam egy Hummert. Egy ekkorát. Ült rajta egy 4 éves gyerek. És akkor abba ment. Neked meg, tehát ő most mennyivel arra vágyakozik, mi meg mire vágytunk a lábbal hajtós mozgásra. De nem de az, hogy egy gyerek is. Rá sem néz, hanem az, hogy ő már nem fér bele.
Igen, de valahogy egyébként szóval egészen más a mostani generáció, mert ha nem látott ő feltöltős hamert, se ül már bele, mert valahogy nem így vannak kódolva. Tehát sokkal, sokkal digitálisabbak. Hajtani kell biztosan. Hajtani kell, old school, úgy néz ki. Valahogy nem tudod megmondani, de nem. Szerintem vennék egy ilyet a Beninek, kettőt tekerne, és kiszállna belőle. Keresni egy valami nitros palac. Igen, és menne a futóbiciklijével. Tehát nem, szerintem teljesen máshogy vannak kódolva. Nekem a kedvencem az, amikor az Ovisajmi lecikizik a dióvetítőmet, mert ma már ugye a tablet a menő, és megkérdezik, hogy ez mi. Zsuzsi óvónéni írt nekünk. Hát ez mondjuk érdekes, mert ezt nem tudom, hogy minek az eredménye, hogy szoktatás eredménye, de nálunk például a legnagyobb csúcs, amikor az van, hogy nagy srácok sötétítés, diavetítés valamiért, pedig hát láttak már tabletet. Én ezt háromszor próbáltam meg a Beninél, kettőször nagyon jót aludt, és egyszer öt percen keresztül fejen állt háttal a diavetítőnek, amíg én meséltem Old Shatterhand kalandját, és rájöttem, hogy egész egyszerűen nem köti le. Betekertem, besötétítettem, tudod, mert előjönnek azok az élmények, amiket te éreztél gyerekkorodban, és azt gondolt, hogy ő is remegő szájjal fogja majd végignézni a nem tudom, a Winnetou kalandjait. Gyereki nézett nagy szemekkel rám, tudod, elkezdtem neki már betekerni. És lelkesen olvastad. És Old Shatterhand felemelte az ezüst puskát, célra tartotta, és akkor Benny, hol van? Figyelj, nem lehet, hogy fordítva fűzted be a filmet. Figyelj, megcsinálta, annyira bekészültem, semmi. Egyszerűen nem. Valószínűleg a mostani mesék, vagy már az agya gyorsabban pörög, vagy lassú neki, vagy nem tudom, pedig nem laptopozik sokat, meg nem néz sok mesét, csak egyszerűen nem. Kevés az akció, kevés a kép, nem mozog. Nem mozog, semmi. Appa, lefagyott. Alt kontroll, de el. 5 percen keresztül fején állt, kérdez, hogy fején állhat-e. És mondom, persze, állj fején nyugodtan. Csak amikor rájöttem, hogy úgy áll feje, hogy a fal felé, és mondta, hogy ő figyelj, csak hallgatja. Na jól mondom, elnézzél hülyének. Jól, hagyjuk, na, felejtsd el. Kihúztam, és soha többet elő nem vettem. Tudod, megalázva visszapakolod a szekrényre. Évek mentek el, hogy te tekergetted ezt. Egyetem. De akkor neked mázlid van, a gyerek szereti. Igen, valamilyen, nem tudom, nálunk ezt bírják. Igen. A múltkor rögtem nagyon távirányítós autó, nem tudom, kinek volt vágyáma, nekem van. Nekünk sose volt. Na, én egyet kaptam, ami úgy volt távirányításos, hogy kábeles volt. Tehát volt egy ekkora kis konzol, mondom, előre-hátra, egy méteres vezeték, amit csatlakozott. Követni kellett állandóan. És futottál utána gyakorlatilag. És nem tudtál még kanyarodni se, csak előre-hátra ment az autó. És most múltkor láttam egyet a játszótéren, olyan felfüggesztéssel és ja, olyan izével. Persze, és ott tudod, hogy már az első kerék a tengelye körül megpörög, és ugye bárhova esik az autó, visszaáll a hátáról az elejére, és tud tovább menni. Nagyon kemény, igen. 6 éves kislányom a Budapesten felállított óriás kerékre gyűjt, a kertbe akarja. Ja, jó. 11 éves fiam mindenáron fémkeresőt akar ajándékba, világra szóló kincset akar találni, és rendületlenül hisz benne. Na de a balatoni homokban, kérdezi Sajt. Hát igen. Egyébként igen, azt szerintem az jó, ha lehet kapni valamilyen olcsóbb keresőt, tehát, mert az a gyereknek jó. Hát igen. Aztán talál majd vele egy 88 mm-es fel nem robban légvédelmi lövegnek a lövedékét, vagy egy taposoknál. Az nem annyira hát, szerencsés. Nézd a papa. Hát, vigyük be az acciba. 16 éves korom óta egy négykarikás RS5-ös autóra gyűjtök. Jelenleg 22 vagyok, és egy francia Clio-t tudtam venni. Ha, jó, az jó, majd. Hát nem szabad ezt feladni. Tressz küldte nekünk. 30 évig vágytam arra, hogy legyen egy keresztpántos úszó dresszem. Az első ilyenemmel 3 éve átúztam a Balaton. Keresztpántos úszó dressz. Ezt küldte nekünk. Hát ezzel nem tudunk mi azonosulni, ugye? Igen. A gyerek egy Z4-es BMW-ért rágja a fülem. Na, hajrá. Mekkora? Egy-egyes méretű, vagy kicsinyített jó lesz? Igen, Lacika vagyok, 29 éves gyerek, és 18 éves japán ikerlányokra vágyom. Gyönyörű. Igen. Titokban gyűjtöttem a Tetrisre. Mikor megvettem, anyám azt hitte, hogy loptam a suliból, és visszavitte az igazgatónak. Azóta vagyok posztmodern, írja nekünk Robi. A gyerekek egy jó Tetris. Óriási most megnézed volt. A grafikáját, meg az egészet, ahogy kinézott, forgatod azokat a kockákat, hát szörnyű. Rém kell. 12 zenés? Persze. Tudtál zenét választani a játékhoz? És mindig ugyanazt az együtt használtad egyébként. És bármikor kimentél a kínai piacra, mindenki egy ilyennel játszott. Az megvan? Imádják. Ez kint volt. Igen. Már akkor 35 ezer volt egy Buffalo, ez hihetetlen. Egyébként Buffalo? Igen. Az ortopédcipő kelődje. Ja. A csajok hordtak. Az egybetalpú magas. Az egybetalpú magas, igen. Igen. Iszonyatosan életveszélyes volt mindenféle tekintetben. Szörnyen ronda volt. Egy hogyha belépő volt a bokatörésre. Szörnyen ronda volt. De az is státuszszimbólum volt szinte, ha Buffalo-d volt, ugye. Hát az, nagyon ronda cipő volt. Arról álmodoztam gyermekkoromban, hogy havi 40 ezeres fizetésem legyen, és egy ladám. Már a beglet, bár 34 vagyok. Ez
Doki küldte nekünk. A férjem most éli ki ezeket az elmaradt gyerekkori vágyait. Itthon van most kb. 30-40 óriási kétkazettás magnó, banánüléses bringa, fantasztikus retro számológépek, kvarcjátékok, legók és matchboxok. Gyönyörű. Hát, figyelj, ezzel én egy picit tudok azonosulni. Most nemrégiben forgatunk egy promót az új műsornak, és ott volt egy music center. És így megálltam így előtte, és így ránéztem, és egy ilyen japán music center volt. A maga idejében iszonyatosan menő lehetett. Két kazettás. Még CD-se volt benne. Tehát, és így néztem, és így úristen. Lemezjátszó volt a tetején? Igen. Ú, de jó. Hogy azért bizony, az öt betűs nagyon-nagyon menő volt, és így végignéztem. És mondja, de hogy kinéz meg az egészet. Ja, jó, de persze. Nézed, és úristen, ezért rajongtam. Egy golézer is volt rajta, ráadásul olyan, amikor ugye kettő egymás mellett itt, csak együtt ott a tologatni, nem külön-külön. De hogy így, úristen. Igen. Megdobogtatta a kis szívem még most is. Együtt ébredünk. Morning Show. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Morning Show. Na, viszont eszembe jutott tegnap valami. Megint az zuhany alatt, ott vannak nagy gondolatai. Uh-huh. Ahogy a pókot lőttek dolgokat. Igen, gondoltam Janira a matrózuhanyzásnál, hogy ugye 3 perc alatt zuhanyzik, mert spórol a vízzel, gondoltam, megába kell hozni az univerzumot a 14. percnél, amikor ömlött rám a forró víz, akkor eszembe jutott. Meg a szapanozás jobban esett nyilván. Igen. Alaposan átszapanoztam magam, hogy ugye ez utolsó adás. Ugye? Elvileg. Afrikából jelentkezünk. Igen. De hát ez egy veszélyes hely. Ahova megyünk. Uh-huh. Ez most azért ott van elég sok minden, mindenféle túlzás nélkül. Akkor nem menjünk. Hívjuk fel a Kolosi Pétert, és a rádió vezéregazgatót, és mondjuk meg, hogy hogyan ezzel a baromsággal gyerekeink vannak, hogy minek oda kimenni, hát normálisak vagytok, Péter, nem megyünk. Mondjuk, abban lenne rock'n'roll. Igen. Az tökös lenne, Jan. Főleg. Tökös. Ha a ködbéremre gondolok, amit akkor fizetem kellene. hogy annyi celebbel voltunk mi egy kicsit, nem azt mondom, hogy bántóak, mert szerintem nem, de talán egy kicsit csipkedtük meg őket, vagy martuk meg őket, hogy mondjatok kettő nevet. Aha. Akiket még nem. Akiket még nem, és azokat bántsuk meg most. Akiket az utóbbi időben mi mondjuk egy kicsit megcsipkedtünk, olyat mondtunk, olyat mondtam, te bántottad meg, én mondtam rosszat, te is esetleg beszóltál. Így van. Celeb, fontos. És celeb. Te is. Én is. És aztán Balázs is. Igen, aztán megint a Balázs. És ha nektek nem jut eszetekbe senki, nézzetek rám, és eszetekbe fog jutni. Megmondom miért. Mondtok mondjuk két nevet, és teljesen váratlan rájuk csörgünk. Uh-huh. És olyat teszünk, amit mi nem tettünk meg soha. Uh-huh. Azt mondjuk, figyelj ide, kedvelünk, jó, hazudunk. Na. De hogy is, egyébként a celebek nagy részét egyébként, akikről mi beszélünk és akiket megcsipkedünk, mi kedveljük. És azt mondjuk, hogy nem tudjuk, hogy mi vár ki. Nem tudjuk, hogy mi lesz. Nem tudjuk, hogy odaérünk-e. Nem tudjuk, hogy elveszünk-e Johannesburgba. Ki tudja, hogy ott Ebola, farkas, éces majom, beutazók, csádi bevándorlók. Szeretünk. Ne haragudj. Aha. Tehát, hogyha nem jönnénk vissza, akkor ne legyen tüske benne? Ne legyen tüske. Húzzunk ki két tüskét valaki. Akit mondtok. Itt a telefonkönyvem. Akit aha mondtok. Kit hívjunk föl. Ki volt az? Hát ki nem volt, az egyszerűbb. Aki nem volt, de akkor keressük nem olyat, tudjuk, aki csinálni, volt. Nem tudjuk elérhető-e. Most mondunk két nevet, vagy még 9 után a harmadik. Nekem vannak ötleteim. Aha. Én azért így összeszedegettem a zuhany alatt. Ez elment még egy 20 perc. Hosszú a lista. Hosszú a lista. Celebekről beszélek, kifejezetten. Hát de akkor nagy komoly restanciát, akkor tényleg úgy törüljünk, hogy akkor tényleg értelme legyen. Mire gondolsz? Hát nagy. Abba Házi Csaba. Szani Rola. No. Igen. Hát ők tudják, hogy... Ők volt tudják, egy ember, hogy... akivel egyszer kibékültél. Igen? Egy adásban, egy kitelepülős adásban, mert előtte már nagyon sokat ütötted. Kibékültél vele, de aztán megint ütötted. Igen. De ütöttük, bocsánat. Igen. Nem fogjuk rád csak. Ez hát én vagyok. Ez én vagyok, de megbocsánat, hagyjuk is. Köszönjük. Akkor már ne is hívjunk semmit. Nem, hát gyerekek, a Kozsó. Kozsó? Kozsó. Kozsó, és jogtalanul, tehát hogy állandóan ez a Lady Gaga-s izét nyomod, hogy nyilván kamu az egész, pedig hát tudjuk, hogy nem az. És akkor tőle ti bocsánatot szeretnétek kérni, ugye? Szemét ne hátrálják ki, most nem, ez egy spontán csörgés lesz, bárkit hívunk, én megyek, hogy vitassuk meg. Két telefonunk van, plusz egy mondjuk 9 után. Uh-huh. Kozsó? Szerintem igen. Hát tőle van miért. Volt valaki legutóbb is. Én esküszöm, hogy szintisztán jó indulatból mondtam. Amikor az volt a témánk, hogy ki mennyiért vállalna be valamit.
Igen. És én azt mondtam neki, vagy azt mondtam adásba, most ezzel remélem nem nyitom ki újra Pandora szelencéjét, hogy mennyire vállalnád be, hogy most Galambos Lajos beleül az orrodba egy hét nem fürdés után. Amit alapvetően egyébként... Én ezt kedvesen mondtam. Ez egy fikció. De basszus, nem akartam bántani. Ez egy fikció. Ugye? Ez csak így elgondoltam. Miért ülne bele a Lajos az orrodba? Mondjuk én ilyen fikciókra riadok fel éjszaka. És miért ne fürdene egy hétig? Csatakos homlokkal. A bulvár lehozta címlapon. Gyerekek, csak mondom. Van a sztárban sztár. Ugye? Uh-huh. Van. Hát gyerekek, minket azért felnégyelnének, amit ott a Hajós mond, meg a Majka mond, meg. Azokat másnap címlapon hoznák, és országos balhé lenne, és jönnének ja, jó, ide a rádió Hajós előtt. A kultúra, mi pedig mindennek az alja, ezt ne felejtsük. Olyan szinten mondanak előadókról dolgokat, hogy azt nem hiszem, ezt mi mondanánk? Hogy... Miközben nem az eredeti előadó a lényeg, hanem... Igen, igen, most valami sertéses összehasonlítás volt pont egyébként. Mi kicsi dolgot mondunk, és óriási balhé van belőle másnap címlap. Ott olyanokat mond a Majka, a Hajós. Mert és... ő kedves sem mondja, te meg nem, tudod? Kicsit mi azért így... Mert a Hajós biciklivel jár, te meg így van. Mivel járnál? A Lajos ezen megharagudhatott? Hívjuk föl, mondjuk meg neki, Lajos, nem úgy gondoltam, hogy egy hét nem fürdés után te beleülsz a Jani órába. Két hétre gondoltam. Egy alapvetően csak néhány nap forgott a fejembe. Jó, Lajos, hívjuk a Lajost. Hívjuk kérjünk tőle bocsánat. Gyerekek, én ezt 10-ig tudom csinálni, állítsatok le, nekem annyi ember van. De nem azért, mert valójában lelkismert furdásom van, csak ha bármi történik, ne maradjunk úgy meg, hogy nem jönnek el, vagy nem úgy, nem úgy gondolnak ránk vissza, hogy azért én ez három jó... Én nem láttam egyetlen címlapot sajnod, hogy Vadon Jani beszólt valakinek. Persze, mindig csak mindig én Balázs, viszem el a... Úgyhogy engem igazából ez a dolog nem éri. Te szemét, mindig én viszem el a balhét, akkor azért te is nagyon osztasz mindenki, csak valamiért mindig én viszem el a balhét. És mindig én vagyok keresztre feszítve, karóba húzva. Hívjuk a Lajost. Jó? Röviden, szia Lajos, bocs. Kész. Aha, és leveszünk. Nem akarom. Gyerekek, ott van a Pataki, ott van a Vágó, ott van a Fási, ott van a Kozsó, ott van a Szabó Zsófi, a DJ Dominifi. Én annyi nevet szedtem össze. Pokora jutsz. Én te szemét állat. Haló. Haló, Galambos Lajos. Lajos, keressük. Hello, Lajos. Morning Show, Balázs, Jani, Feri, hello. Jó reggelt. Kívánok, hello, fiatok. Jó reggelt. A recsón ülsz? Na kezdjük. Nem, az autómban. Ja, nem, csak olyan, nem most esküsz. Nem, csak olyan visszhangos volt. Nem kellett volna kicsit korábban felhívni, mondjuk egy másfél hónapja. Nem butánskodj. Nem. Azért gondoltam, hogy erre egy csónűsz, mert olyan visszhangosodnak a kocsit belülsz. Jó. De ezt hagyjuk, eresszük el ezt a szállat. Figyelj ide, te drága ember. Mi másfél hónappal ezelőtt mondtunk valamit, egyébként nem én, hanem a Feri. Szóval nem. Na azért ezt a két hangot nem tudod összekeverni. Igen. Mi ma repülőre ülünk, és azért hívtunk föl, hogy ne haragudj. Én nem haragszom, látok. A kellemetlen az egészben az, hogy nekem gyerekeim vannak. Tanítom őket arra, hogy fürdjenek le, tudod. És akkor hallanak egy ilyet reggel a rádióban, nem értik. Én számukra egy példakép vagyok, tanítom őket. És nem vagyok celeb. Celeb az, aki saját erejéből nem lett senki. Ez egyébként én, tökéletesen így van. Én előadó művésznek tartom magam is producernek, és tehát nem celeb vagyok, egy előadó, énekes, trombitás, szórakoztató, vagy amit akar. Így van. Az, hogy azt gondolom, hogy mind, ha te nem fürödnél egy hétig, vagy Feri, vagy senkit Jani, nem zavarsz, nyilván humor volt, de állam ezt tender. Figyelj, Lajos! Nem, a gyerekek szempontjából kell gondolkodni, neked is persze, van gyereked. Hogy? Fogod látni ezt majd, hall is vagy meg látod most is, hogy mennyi kellemetlensége van. Utaltatok a sztárban sztára, figyelj! Na hát ott, na hát én ahhoz képest... Én nem értem, hogy ezt miért kaptam. Én azért semmit nem tettem, és ez a műsor nem arról szól, hogy az eredeti előadót majd megfirkáljuk, nem arról szól, hogy tudják előadni a dalt. Kőkény Attila a hadsorból négyet tudott megtanulni. Jó, azért hívjanak ők föl, csak mondom, na azért majd hívjon fel a azért Hajós, hívjon fel a BM, azért kérek elnézést, ha esetleg velem valami történik, vagy velünk, hogy nem maradjunk tüske és hozzá szegfűt. Hallgattam na, hallgatsz minket, de drága vagy. Érdekül és hallgatok, és annak örültem, hogy a Kicsi falu Mocsföltemén című dalt nem a Bugyi Zoné énekelt, amikor bejátszottátok, hanem az én volt. Na látod? Látod, hogy tudat alatt már elindult a bocsánatként. Rosszul tudod, eredetileg ezt a Balázs Fateria énekelt. Baromira kedvelünk, bármi történik, imádunk, szeretünk, jó? Gondolj arra, neked is van gyereked. Tudom, szóval szegény, elég teher vagyok neki. Kell. Nem azt mondom, hogy ettől még felkelt a nap, és persze. Hála Istennek semmi olyan nem történt. Kívánok nektek jó utat, érezzétek jól magatokat. Imádunk, szeretünk, jó? De tényleg komolyan mondom.
Jó, puszilunk. Okay. Vigyázz magadra. Galambos Lajos, szia, köszönjük szépen. Ciao, hello, hello. Egy kipipálva. Tessék, egy kipipálva. Egy megvan. Egy megvan. Erre az évre, meg is vagyunk. Jó. Tessék, egy név még elefér. Amit a... Bárkit fölhívok, gyerekek. Bárki. Hát figyelj, azt ott a Janinak is van sara. Vagy jó, jó, nem akartam tényleg beszólni Áder Jánosnak. De... ha már itt vagyunk. Gyerekek, ez már egy ilyen adás. Jó? Bali, vezek el. Ne, tessék, vezek, aha, amit akart. Na, jó, mondom. Akit akartok, én most rácsörgök. Ha használjátok, hívjam föl a pápát, fölhívom. Aha. Hívd föl a pápát. Na, nagyon már elég szíves, hogy szeret a gyára. De, hívd föl a pápát, a kívánság műsorok pápáját a vágóval. Szeretném, hogyha kibékülnétek. De tényleg, vagy ha bocsánatot kérnél. Te rohadt szemét. Nem vagyok rohadt szemét. Uh-huh. Igen, ne, át. Át, mert nektek volt közös műsorotok, aztán a Jani is megsértette. Nem? Te mondtad a naftalint. Te mondtad, te szemét. Na, azért jó. Is én vittem el a balhét. Jó, akkor jó. Jó, de ezt most neked kell. Figyelj, mi annyiszor próbáltuk már tőle elnézést kérni. Mm. És sose sikerült? Nem. Jó. Ja, amit mondom, amit akartok. Amit akartok. Na, de most mondtunk. Ja? Te kezded, jó? A pápa lesz, vagy? Nem, vágó. Te kezded. Vágó úr. Te mondod. Te kezded. Ha cserbe hagysz, te szemét. Nem fogja felvenni. Nem veszi föl? Nem. Magánszám? Igen, ez az ő magánszám. Hallom, ahogy csöng. Igen. Nem veszi fel. Megosztott. Nem, de jó lett volna. Pedig egyébként ő is rajta van listán. Édesem pedig őt is tökre. Abszolút. Hát, figyelj, ha most felvette volna, én elnézést kértem volna. Nem vette fel. Most már nagy a szám. Ha most felvette volna, persze. A rögzítőre is rámondtam volna. A persze. Oké. Na. Még egy név. Ami jön, mondjátok. Jó. Mondjátok. Na, akkor akit még... még nagyon csúnyán. Igen, nagyon, uh-huh. De szemét ne szúrjatok hátba, ez egy kollektív bocsánat. Ne, akik igen, nagyon csúnyán rohadékok úgy árultak el. Akit aztán nagyon a sárba döngöltél megtapos. Mondom, és várjál, most tudod miért lesz szemét? Mert nem csak őt, hanem a gyerekét is. Érted? Na, mert elővettél egy olyan momentumot, ami ahhoz a gyönyörű, okos, kedves, aranyos kislányhoz kapcsolódik. Kiszeltünk Zsülikéhez. Soha. A büdös életben nem bántottam Zsülikét. Csak bejátszottuk a Hotel Silver. Így van. Amit ő énekel. Na, hát. De ő akkor hallott egy stúdión kívül először, és nagyon rosszul esett. Jó, vezekelek. Oké, utolsó adás. Na, Fási Ádám, tessék. Tessék, Fási Ádám, rohadjatok meg. Már ezt kinek üzentem? Na. Gyerekek, higgyétek el, minden sztár azt mondja, nem engem a gyerekemet. Persze, persze. Őt is. De most... A vágó sosem mondaná ezt. Fási Ádám. Ó! A mester! Balázs, Morning Show. Jani Feri. Ádám! Szia, hello! Köszönöm, jó reggelt! Jó reggelt! Jó az irány! Jó az irány, jó nyomám! Ádám, mikor zavartunk éppen? Mit csinálsz? Most kávézok pontosan, aha, emlék kertem. Cukorral, tejjel, hogy iszod? Hogy iszod? Mit vigyek holnap reggel? De jó, hogy most nem a retyóval kezdted. Nem féltem, hogy a budin ülsz te is, mint a lajcsi esetén. Igen, hát, ha 10 perc előbb készakodik, ott vagyok. Minden embernek működik a rendszere. Ádám, figyelj ide. Barátom, cimborám. Azért hívtunk föl, mert most vezekelnem kell. Vezekelnem kell, mert nagyon sok olyan embert, akit egyébként nagyon kedvelünk, esetleg olyan úton, módon betűni a szánkra, hogy az adott embernek rosszul esett. Mivel mi elmegyünk Afrikába, 9000 kilométer messzi vidék, nem fehér embernek a szó legszorosabb értelmében, nem szeretnénk, ha általunk kedvelt celebekben ez tüske maradna, és azért hívtunk, hogy azt mondjuk neked ti is, nem így van, minket, sajnos minket is belerántott ebbe a dologba. Nem tudod, hogy mi, nem mi voltam. Hogy ez rajtunk soha nem múlva. Bármit mondtunk, bárhányszor beszéltünk rólad, említettük a Hotel Silvert, téged, a mulató zenét, nem, már nem is tudom, milyen összefüggésben. Szeretünk. És ne haragudj. Mondd ki a szót, hogy... Igen, én soha nem haragszom, nyugodtan csak csipkedjetek és verjetek össze szavakkal. Ezen nincs semmi gond. Kislányomat ne bántsátok. Na. Hát Zsülikét nem, egyszer csak bejátszottuk egyszer a Hotel Silvert. Igen. És azt mondtuk, hogy nem biztos, hogy... Hát, gyerekeinket ne bántsuk. Ez igaz. Tök jó, engem lehet
Jó, maga hát téged meg nem. Szabadon fogunk. Kékszemű, magas, kövér, alacsony, minden vagyok, reket. Dehogy is, imádunk téged is. Nincs Ádám. Semmi gond vele, nem, én nem maradszom a csipkedődnek velem. Őrizd meg bennünket úgy, hogy azért te kedvelsz minket, jó? Miért? Mi javítunk a karmánkon. Tessék? Miért? Mit csináltok? Eltűntök az országból? Ne reménykedj. Ne reménykedj, visszajövünk. Elmegyünk egy hosszabb kiküldetés, és gondoltuk, hogy akkor kicsit most is spontán vezeklünk, és fölhívjuk azon celebjeinket, akiket mi azért itt az évek során kicsit így megmartunk. Jó? És hát te is közte voltál, úgyhogy kedvelünk, imádunk. Marjatok, annál jobb a brandépítés. Ezt akkor én fölvettem, és be fogom játszani bármikor, amikor szóba jössz, hogy erre te felhatalmaztál minket. Igen, jó? Nincs semmi gond. Vigyázz magadra, jó? És áldjon meg az Isten benneteket. Áldjon meg a jó viszont, Isten. Viszont. Zsülikét puszíjuk, és csak így tovább. Köszönjük szépen. Vigyázz magadra, szevasz. Szia. Csak így tovább, te rohadék. Jó. Na. Még egyet adsz, még egy lehetőséget? Mert hogy van még egy olyan pont az életedben, igen, akit aztán tök érdemtelenül, de teljesen érdemtelenül bántottál meg. Rá kell csörögnünk Sanyira. Milyen Sanyira? Torgel, gyerekek. Küldik a hallgató, gyerekek. Nagyon sok tippet. Mondom, igen, neked érdemtelenül, mert tényleg nagyon jó, igen, a csávó, nagyon őszinte, manír nélküli, jól énekelő. Igen? Nem tudom, kire gondolsz. Annyi mindenki volt. Berecki Zoltán. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. Itt vagyunk, hello Jani, hello Feri. Sziasztok, jó reggelt. Az utolsó adásunk ugye tulajdonképpen Magyarországról, aztán elindul dél-afrikai küldetésünk, és hát 7-8 héten keresztül Dél-Afrikából jelentkezik majd a Morning Show. Ma búcsúzunk, holnap után Best of, és hétfőn újra reméljük mindenki megérkezik kiegészülve egymással. Dél-afrikai stúdiónkból jelentkezünk hosszú-hosszú heteken keresztül. És nagyon szép gesztus volt tőled ez az előbbi bocsánatkérésszet. Tényleg. Tőletek, szemetek, nem csak tőlem. Én a pokolt tüzérégeket így megmegybe mentek. Végre felébredt a lelkiismereted. Ennyi ember megbántani jogtalanul. Azt mondja, hogy Nagyvázsony belterületi trafi van, a Veszprém felül érkezőket Méri Geri a Kenyeres küldte nekünk. Trafi az M6-os Bátaszéki lejárójánál, elbújtak a híd alá. Mindenki vigyázzon. Mérnek Nagyvázsonynál a Veszprém felől érkezőket? Igen, ezt az előbb mondtam. M6-os 42-es kilométerénél fotóznak. Lassú a haladás a Lánymányosi hídra, a Szerémi út totálisan beállt. Ha valaki a Petőfit fele szeretne menni, egy kicsit egyszerűbb, kerüljetek arra. De ráadásul a Lánymányosi lábánál a Budafokiról se lehet feljutni a Lágymenysídra, mert ott meg baleset van. Úgyhogy a Lágymenysíd elesett a budai oldalon, nagyon-nagyon nehéz ott feljutni. Rengeteg drukkoló SMS, csak egy-kettő cemezget, a gyerekek, hallgatunk benneteket, hétfő mérföldkő lesz, drukkolunk, vigyázzatok magatokra. Dél-Afrika király, meg fogtok lepődni, imádni fogjátok, 5 évet éltem ott, jó utat, vigyázzatok magatokra, ha kérdésetek van, keressetek, írja Ildi. Köszönjük. Legyen nálatok a tajkártyátok, ott vagyok, segítek, Mentős Laci. Yeah. Nagyon drukkolunk, vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat, hétfő reggel 6 órakor várjuk az adást Dél-Afrikából. Hajrá gyerekek, azt mondja, hogy micsoda, elkevertem. Hajrá gyerekek, Jani, ne ragadj Münchenben. vigyázzunk egymásra, nem ragadott. Na, jó. Oké, egy név még, egy utolsó. Belejöttem. Nem tetszik, hogy az egész arra kanyarodott, hogy három bocsánatot kérjük, hogy én kérek bocsánatot, ti nem, mi is itt vagyunk. Cinkosan összekacsintotok azzal, akit éppen hívunk. Nem tetszik ez az irány. Tehát hát úgy indultunk, hogy... Most csináljuk azt, hogy akkor te, és akkor majd a következő afrikai útnál meg majd én, utána meg majd én is. Jó? Ki legyen? Hívjuk a Kozsót? Nagyon sokat bántottunk. Kozsó vagy a Torgella, tessék. Nagyon jó. Sanyi? Nagyon. Hát Sanyira mindenképpen rá kell csörögnünk. Nála többet szerintem senki nem kapott ebben a műsorban. Ő ránk fogja tenni a telefon. Jogosan. Hát hogy? Nézd, de legalább megpróbáltuk. ránk fogja tenni a telefon. Hát de értem, most jó, nyulak gyerek vagyunk, hogy nem. De senki, gyerekek, ez megy ilyen. Szóljatok a Sanyinak, hogy keressük élőadásra, ha valaki rokona. Igen, ez magánszám, nem tudom, hogy felveszed, de ha valaki küld rá egy SMS-t, hogy mi keressük. Valaki most ott áll mellette a hetesen. Kopogtassa meg a vállát. Na, Torgellit hívjuk. De ő is megérdemel egy... Azt. Így van. Uh-huh. Uh-huh. Ezért utálom, hogy magánszámot jelzünk ki egyébként. Bizony.
segít. Hát vagy tudja, ne, hogy... ne fokozz. Hát labdarúgó, mit csinálna? Jó, ezen nem sértődik meg. Vagy tudja, hogy mi keresünk. Figyeljetek, ha valaki hallgat most minket, aki ismeri a Sanyit, dobja már rá egy SMS, hogy mi keresünk magánszámról, hogy vegye már föl nekünk, tudja a témát, csak hogy helyesen bocsánatot akarunk kérni, ne haragudja, stb. De írjon már rá valaki, aki hallgat minket, és ismeri a Sanyit, hogy mi vagyunk azok, akik most magánszámról hívjuk, jó? Hogy vegye föl nyugodtan, nyilván, ha tud beszélni, és edzésem van éppen, vagy nem tudom. Jó? Valaki tegye már meg, hogy dobas adjira egy SMS, hogy mi hívjuk. Van postája? Kivettük? Aha. Kivettük. Jó. Érted. Valaki kiabálja már be a pályára. Sanyi! Vedd fel! Nem. Ne! A telefon! Na, ezért megint bocsátott kérdezik. DJ, tessék, DJ Dominik vagy Kozsó? Dominik? Kozsó? Kozsó. Te mit a Dominikot mondod? Mind a kettőt. Nem akarok. Még itt a Bozzoli is hozott egy csomó minden állatot, meg itt a Beni közben. Gyorsan. Kozsó úgy is tudja, hogy igazából szeretjük, tiszteljük, becsüljük, és Dominik. És néha igazat is mondunk. DJ Dominik? Dominik. Jó, legyen akkor. Mit mondtunk rá, gyerekek? Mondjad, kicsim. Hoztál egy sáskát? Kérj bocsánatot anyútól is. Itt a Beni is közben. Várjatok. De itt a Beni közben, mert a Bozzoli hozott egy csomó állatot, a Beni meg bejött megnézni ezeket az állatokat. Na. Hogy jött be? Apu. Jó, vagy figyelj, ha most valaki jöjjön tárcsázni, gyerekek. Ha most beszélünk a Várkonyival, akkor mondjuk meg neki, hogy a nevünkben kérjen bocsánatot a gózatot, és akkor egy kis talakra intéz. Na, DJ Dominik utoljára. Oké. Jó. Gyere, Manó, mutasd! Manó, gyere ide, mutasd! Mit hoztál? Pók. De nem kicsi. Jó, azt. Én adod a Lacinak a kezébe. A Bozzoli odaadott egy pókot a gyerekem? Oda, és... Te normális vagy? Igen, Várkonyi Attila. Mi DJ Dominiket keresjük, akkor bocsánat. Én lennék pont ugyanaz. Ja, jó, Balázs Morning Show, hello! Szevasztok, jó reggel. Itt a Jani, itt a Feri is, csáó. Miért így? Miért? De igen, miért mondtam el azonnal? Egyszer bocsánatot akarunk kérni, de azt is úgy, hogy közben. Drága Attila, figyelj ide, nem gondolom, hogy minket hallgatsz, szerintem van jobb dolgod, de hogy mi elutazunk Dél-Afrikába, bocsánat, élőadásban, vagy nem is mondtam, csak így rátörünk hirtelen. Szevasztok, hello. Bocs, hogy nem mondtam, élőadásban van. Mielőtt valami kicsutod, de profi vagyis, én nem fog. És felhívunk egy-két hírességet, nem mondom, hogy celebet, mert a sokan bántanak érzik, te sem vagy az, akiket mi azért az utóbbi pár évben egy kicsit megmartunk, megcsíptünk, emlegettük őket, és hát te is közte vagy. És azért hívtunk téged föl, hogy ne adj Isten esetleg bármi történne valunk, odakint messzi világba megyünk, Zord vidék az, hogy bocsánatot kérünk tőled is. És úgy gondolj ránk vissza, hogy azért ezek jó srácok voltak. Megtették, amit megkövetelt vagy a hát haza. Nem voltak jók, de legalább utána bocsánatot kérünk. De srácok. Igen, de srácok. Legalább bocsánatot. És rengetegen küldték a te nevedet is, hogy igenis tőled is. Mert hogy a hallgatói küldik nekünk a neveket, akiket ugye mi hívjunk föl, és te is közte voltál. És ezen felül picit tartunk attól, hogy esetleg Afrikában megtűz minket a nap, és hogyha esetleg a kobakkendő szállítódnak a címét. Hogy érted, javítok a helyzetet, dolgozom rajta, ez erre bevered a kobakkendő. Attila, veszi a lapot, nem kell tőle tartani. Hogy elfogadod ezt tőlük, mit mondasz rá, ránk vágod a telefont, mit mondasz rá? De hogy vágom rá a telefont, egyáltalán nem. Egyébként én szoktam hallgatni néha a műsorotokat. Ma is volt egy fél óra, amikor emlékeztetek a 70-es, 80-as évek ebédjére. Igen, hogy mit hallgattak a szüleink a konyhában, igen. Igen. A szívem egy vándor cigány és társai, úgyhogy abszolút. Nálatok ez benni. Na jó, akkor rád is úgy gondolhatunk vissza, hogy de jó már őse. De jó már... De akkoriban se igazán. Tehát amikor szóba kerültem, és emlékszel arra a kis tortás kendős jelenetre, én azt komolyan gondoltam, hogy... Tortás kendő? Segíts, mit megkaptunk? Hát kaptunk ajándékot. Bizony, tudom, küldtél, és én mondtam rá valami rosszat? A születést nem, akkor nem. Ja tényleg, te küldtél? Akkor nem. Tényleg, de helyes voltál, te küldtél a születésnapunkra ajándékot, tortát, kobakkendőt, egy csomó mindent. De Balázs nem leszertes. Névre szóló kobakkendő. Bizonyán. Igen, meg is van, azzal alszunk. Én még emlékszem, mondtam is, hogy milyen jó arc vagy, hogy azért téged megmartunk, de veszed a lapot, és egyébként közben még ajándékot is küldesz. Milyen jó lenne, ha hazánk kicsiny, sokszor kissé száraz, humortalan celebvilága egyébként így működne, mint Amerikában, hogy mindenki veszi a lapot, visszaszól, röhög egyet, és nem ilyen vérig tartó, ilyen hülyes sértődés. És azt is mondta, hogy Jézusom, puncs, utálom. Igen, és szétkentem az ablakon. Igen. Így van.
Na jól van, szóval... Nem csak itt küldjük. Igen, szóval igen. Kedvelünk, szeretünk, jó? Csak ezt akartuk elmondani. Szépen. Nagyon vigyázzatok, tudom, hogy mentek Afrikába, úgyhogy óvatosan mindennel ne egyetek meg bármit. Igen, igen. Bárkit. Nem európai gyomornak való az, igen, igen, igen. Köszönjük, drága vagy, vigyázz magadra. Nagyon szívesen, szevasztok, nagyon köszönjük. Jó. Köszönjük, DJ Dominik Várkonyi Attila, köszi, ciao, hello, hello, hello. Nagy kalappal, bocsánat. Hagyd abba, tényleg hagyd abba. Jaj, Istenem. Na mi, megpróbáld még egyszer Torgellét? Hát, ha szóltak neki? Persze, meg hát, ha szóltak neki, és akkor Kozsot még féljük. Na jó, hát az... Hajdú is jelzett, hogy várja a hívást, mert bemondaná a következő frizbi. Most műtötték a lábát, most nem érve. Tényleg? Igen, és annyira jó volt a Peti, csak azért, hogy így nehogy megsértődjön, hogy azt mondta, hogy őt nem lehet fotózni a kórházi ágyon, csak a gipszelt lábát. Hogy kimaradt egy sztori címlap most? Nem, most kértünk bocsánatot, ne kezdjünk el meg, hogy most kit hívunk? Sanyi. Tőle nem kértünk bocsánatot. Sanyit még egyszer? Igen, igen, hogy hát, ha szóltak neki. Nem, gyerekek, nem veszi fel. Jó. Jó. Na mindegy, hát. Ja. Valaki majd mondja meg a Nemzeti Sportszerkesztőségéből. Gyerekek, miért írjátok ennyien a Kozsót? Ezt most komolyan nem értem, én nem bántottam. Hm. Aha. Hát ki? Hát. Sok SMS-t kaptunk. Igen. Jó, utolsó. Sok SMS-t kaptunk. Ugyanarról a számról. Most azt hívjuk. De mi, hogy zed ki, és így letérdelteti Lady Gagát, és bepereli, és Lady Gaga rettek, ha meghallja ezt a nevet Amerikában, hogy zed ki ezek? Hát ez nem bántó, hát de ebben semmi nincs. De akkor zed kitől kell elnézést kérni, nem Kozsótól. Kérjük meg, hogy a Kozsót adja zed ki. Így van. Skizofré. Tessék, ő pici skizoid, de az a vagy paranoid skizoid. Halló. Halló. Jó reggelt, mi a Kozsót keressük, nem tudom, jó helyen vagyok-e. Szia, Kozsó vagyok, hello. Kozsó, nem ismertem meg a hangodat, hello. Hát mert most mutálok, tudod. Ja, azt hittem, hogy nem ettél elég rosszat, és te is a budinulsz is kicsit. Kozsó! Na, a nevetés, jó. A na, nevetés a régi. Kozsó! Jó van. Hello, jó Kozsó! Reggelt, srácok, köszöntöm a hallgatot. Szia. Élőadás vagy, mit csinálsz szépen? Hát most befejeztem a reggeli biciklis edzésemet, kint voltam a Dunaparton, tekertem. Ja, de semmi, csak. Figyelj, most Kozsó, figyelj, drága Kozsó. Nagyon sok mindenkit fölhívtunk, és a te nevedet is küldik folyamatosan, hogy még tőled is, mielőtt mi elbúcsúzunk, és áttesszük székhelyünket majdnem két hónapra Dél-Afrikába, hogy még tőled is utoljára. Elnézést kérjünk, hogy bocsánatot kérjünk, és elmondjuk, hogy mi azért itt a Morning Show-ban téged is nagyon kedvelünk. Ha bármilyen elhangzott veled, vagy partnereddel, Zetkivel kapcsolatban, bármi olyan, ami sértő volt, dehonestáló, bántó, akkor azt kérjünk, hogyha itt lennél most... Nagyon megszorongatnánk, és téged is nagyon kedvelünk, és ne haragudj ezért. Komolyan, az éjszak, és az... Tényleg? Halló? Ez megint valami... Nem, semmi, az ég egy adta világon, és ha beszél Zetkivel, neki is mondd meg mindenképpen, hogy ugyanezt gondoljuk róla. Én nem haragszok egyébként. Van egy jó stílus, amit felvetetek, ami tökéletesen működik nektek. Egyébként, úgyhogy ez ennyi. Tehát Amerikában erre külön műfajok rendet kell menni. No, végre valaki a kedvencemet mondja. Most még nem jártunk arra zetkére. Amerikával példálózni. Azért természetesen, hogy méltassák is azt, akit egyébként egy kicsit kicikiznek, de ez a legtermészetesebb dolga. Egyébként én is, mindegy. Szóval én nem szoktam megbántani embereket, de amikor azt is csináljátok, azt néha valóban bántóan csináljátok. De egyébként meg ettől jó műsorotok meg egyszerűen. Hú, nagyon fura a hangod, veszed a beszélgetés? Rögzíted? Kicsit olyan, mint a... Igen, mint abban a szólna a rádió egyszer. Nem veszem a beszélgetés. Kéne, hogy vegyem. Jobb, hogy most tök őszintén hívunk végig mindenkit. Megtudom különben, hogy mentek ki. Afrikában én is voltam kint jó néhány évvel ezelőtt, pont a dél-afrikai részen, ott szálltunk le, és csodálatos. Úgyhogy kemény lesz, az biztos. Kemény lesz. Nem nektek, hanem a versenyzőknek. Hát nekik még keményebb, igen. Biztos tetszeni fog ez a dolog. Igen. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy így gondoltatok rám. Igazándiból még mindig nem értem a lényegét. Nem kell. Ez már olyan reggel, hogy ma a gyerekek, itt senki nem ért semmit, mi se, de hogy kedvelünk, szeretünk és pucilunk. Így jó? Van.
Nagyon szépen köszönöm, és én is ölellek és puszilok benneteket, a lelkem rózsakertje most fölvirágzott. Ez az igazi kocsó. Ez vagy te igazából, így van. És ráadásul úgy gondolja, hogy nincs is miért bocsánatot kérünk, úgyhogy sztorna. Felejtsd el az egészet, dehogyis. Kocsó, imádunk, jó? Vigyázz magadra, sziasztok, és add át Zetkinek is, add át, hogy őt is. Jó, csáó! Kocsó, hello! Ez az, látod, milyen rendes volt. Tisztán állok az úrszín előtt. Tisztán még nem. Letettem a karvámat, felvettem egy hülyebb. Tisztán még nem, mondom, mert tudom, ugye még... a Torgellas annyi, hát ő már föl se vesz. Így van. És hát a... Hát vannak gyerekek. Még néhányan, de sajnos legtöbbüket nem tudjuk hívni, mert egyrészt időhiányában, másrészt, hogy Attist is akartuk hívni, de megint elrabolták az UFO. Együtt ébredünk. Morning Show. Sebestyén Balázsral.